A Hősök tere vagyunk mi, a Hősök tere kezdeményezés, és én most szeretném megkérni Barbarát, Raffai Barbarát, az ügyvezetőnket, megkérni arra, hogy egy pár szóban, Barbara, ha elmondanád azt, hogy eddig most mit tettünk így a karantén alatt. Igen, sziasztok, köszi Györgyi. Akik már ezt hallották 2 hete, akkor egy kis ismétlés következik, de ugye azzal, hogy elindult ez a karantén, a mi normál működésünk ellehetetlenedett olyan szempontból, hogy ugye mi élmény alapú tréningeket tartottunk diákoknak, pedagógusoknak szerte az országban, amit ugye most így elég nehéz megvalósítani, és azonnal elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan segíthetnénk mi az ő munkájukat ebben a különösen nehéz helyzetben, illetve a gyerekeket, szülőket hogyan támogassuk. És egy kérdőívet indítottunk el, amire nagyon sokan válaszoltak, és ez alapján kitaláltuk, hogy online programokat fogunk fejleszteni, abszolút az ő reakciójukra, vagy a kéréseikre reakcióképpen. És ami tök jó hír, és ezt még csak kevesen tudják, hogy ezek el is indultak. Ma volt az első online osztályfőnöki óra, amit a Fejes Martínez Kriszta kolléganőm tartott, és állítólag nagyon sikeres volt, és a gyerekek különösen értékelték azt, hogy egy picit kiszakadtak ebből a hétköznapi standard, egy tanárral dolgozunk, ugyanaz a rutin megy rutinból. Elindultak a hotline beszélgetések, az már múlt héten, fél órát beszélgetünk olyanokkal, akik úgy érzik, hogy szükségük van a mostban egy aktuális témát megoldani, vagy abban segítsünk, hogy megoldjuk ezeket a témákat. Szervezzünk még tanári fórumokat, ahol 6-8 pedagógussal tudunk majd közösen beszélgetni és iránymutatást adni, illetve tudást megosztani. Vállaljuk, hogy pedagógusokat mentorálunk, ami azt jelenti, hogy 5 egymás követő alkalommal itt már egy picit mélyebben belemegyünk, és tudásátadás folyik, és még elég sok mindent fejlesztünk, de ezek azok, amik eddig elindultak, és úgy tűnik, hogy nagyon pozitív visszajelzések vannak. Egyébként mindenki számára ezt ingyenesen biztosítjuk, és ezért is van szükség arra, hogy támogatást kapjunk, hogy ezt továbbra is így tudjuk folytatni, ezt a munkát. És mivel köszönjük, hogyha ti támogattok bennünket, mert most tényleg nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá. És vágjunk bele akkor abba, hogy amit ma szeretnénk adni. Ugye úgy azt a kérdést is föltettük magunknak, hogy kinek mit lehet elhívni a járványnál. Akkor most szuper megértőltem, amikor a sóskát, hogy nem kívánta. Egy... Én azt hiszem, hogy most lehet, hogy jól lesz, hogyha lekapcsoljuk a... Györgyi, te is mute-on vagy most, nem hallunk. Most mute-ban vagy, unmute. Magamat vissza, jó, szóval most már hallatok engem. Oké, jól van. Tehát, hogy kinek mit lehet elhinni a járvánnyal kapcsolatban, meg hol tartunk most, mikor lesz vége, milyen tesztekre van szükség, abból mennyi kellene, mire jók ezek a tesztek, hogy alakul majd, meddig tart ez a járvány, lesz-e második hulláma mindenképpen, mikorra lesz vakcina, hogyan lehet gyógyítani, szóval van számtalan olyan kérdés, amit most ezekkel majd, András és Laci ezekkel fogunk titeket bombázni szerintem. És én most kezdem is azzal, hogy szerintetek mikorra lesz vége ennek a járványnak, illetve ennek az első ciklusnak, ha első ciklusról kell beszélni. András. Hát én arra gondolok, hogy ma nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenki COVID szakértő lett. Én arra gondolok, hogy a matematikai modelleket figyelembe véve és alapul véve, én nem május 3-ára gondolok, mint ennek a magyarországi csúcspontjára. Vagy ha az csúcspont lesz, akkor utána lesz egy viszonylag hosszú plátó, egy egyenes. Én úgy gondolom, hogy optimálisan júniusban. Akkor
júniusban kezd lecsengeni a járvány. Elsőbben azért, mert nem fogjuk először észrevenni az újra fertőzéseket. Tehát attól félek, hogy ez nem egy ilyen lefele ívelő sokpupú görbe lesz, hanem egy állandó érték, ami a megszűnő és az újonnan keletkező járványban érintett embereknek egyfajta vektora lesz. Uh-huh. Tehát mikor lesz vége, mit értünk a vége alatt? Engedjétek meg, hogy Karintit idézzem, aki egy járványról úgy nyilatkozott, hogy volt egy járvány, első nap 80-an, másnap 80-an, harmadik nap 180-an betegedtek meg, és majd elkezdett csökkenni 110-re, 65-re, 4-re, és amikor már egy marad, az fölkiált, hogy hurrá, ma már csak én halok meg. Tehát nem tudom, mikor, szóval mit nevezünk, definiáljuk azt, hogy mi az, hogy vége. 1% alatt, vagy a védettségnek egy meghatározott szintjén, erről fogunk mindjárt aztán beszélni Lacival. Szóval igen. Magyarul, mikor lesz vége a mi életmódunktól, a kommunikációs, utazási gyakorlatunknak megfelelően a légi közlekedés, kereskedelem, és így tovább egy nagyon-nagyon lassú lecsengésben lehet gondolni. Egy dologban lehet bízni, meg akarok lepni, talán nem lepek meg mindenkit, a vírusban. Vagy ez van. Laci, te mit gondolsz, hogy szerintem az az érdekes, hogy ti mit gondoltok a végének, de szerinted mikor lesz? Köszönöm ezt a gondolatot, mert pont ezzel akartam kezdeni, de ha megengeditek, akkor valamit mutatnék nektek, jó? Jó. Próbálok megosztani egy képernyőt, és remélem, hogy sikerül. Igen. Látjátok ezt a sok-sok-sok-sok vonalat? Igen. Ugye, ez azt mutatja, hogy minden országban másképpen alakul ez a történet. Tehát, hogy hol, mikor lesz vége, az attól is nagyon függ, hogy az adott ország mit reagál, milyen intézkedéseket hoznak, azt mennyi ideig tartják fönn. Ez is egy nagyon fontos komponense a dolognak. Tehát ahhoz hozzáadódóan, amit András mondott, hogy bízhatunk-e a vírusban, ugye a vírus is el tud gyengülni. Láttunk már olyan vírust, amelyik a passzálódás során egyre gyengébbé válik, hiszen neki az az érdeke, hogy minél jobban tovább tudja magát adni, és azok a változatok mennek tovább, akik kevésbé betegítik meg az ő hostjukat, akik mi magunk vagyunk. Tehát ebben is egy kicsit lehet bízni. Ez inkább csak remény. Erről a vírusról nem tudjuk, hogy ez meg fog-e történni. De mindenképpen arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy nagyon sok mértékben függ attól az országtól, annak az országnak a vezetésétől, hogy lokálisan mikor van vége valamennyire a járványnak, és közben meg nagyon függ az országok együttműködésétől is, hiszen látjuk már Kínán, akik maguk nagyon drasztikus eszközökkel, ha hihetünk az adataiknak, a járványt lelassították, megállították, de most már arra panaszkodnak, hogy külföldről kapják vissza. Tehát egyszerre kell egy adott helyen jó intézkedéseket hozni, és egyszerre kell nagyon jól együttműködnie a világ összes országainak, hogy globálisan a járványnak vége legyen. Egyébként a járványnak akkor van vége, ha elfogynak a megfertőzhető kliensek, nem mondom, hogy betegek, mert sokan tünetmentesek maradnak, vagy nagyon enyhe tüneteik vannak, és az pedig két esetben fogy el, ugye, vagy ha mindenki meghal, ugye ez a mindenki meghalunk a katasztrófa filmekből, nyilván nem ez fog történni, vagy ha valamilyen okból elfogynak a megfertőzhetőek, ennek az egyik oka lehet, ha sikerül egy
jó oltást kifejleszteni, és azt világszerte lehetőség szerint mindenkinek beadni, vagy elegendő embernek beadni ahhoz, hogy a további terjedés már megálljon. Tudunk erre példát, hát a majdnem sikerült ezt elérnünk a gyermekbénulással, amiből már csak világszerte 2-3 elszórt eset van, pedig hát nem tréfa dolog volt az sem. Igen. Oké, nagyon köszi. Egyébként az mennyire biztos, hogy lesz egy második hullám? És hogy azt hogy kell nekünk elképzelnünk, az milyen, mitől, honnan fogjuk tudni, hogy az kezdődött, nyilván fogjuk tudni, oké, mert jelentkeznek majd a tünetek, meg, de hogy az erősebb lesz, gyengébb lesz, mint a mostani, és ez mind múlik, hogy ez hogyan alakul. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ez nagyon sokban a kommunikációtól is függ, tehát elnézést lehet, hogy ez nagyon cinikusan hangzik, hogy igazán hány megbetegedés lesz, hány mortalitás, hányan halnak meg, és hányan fertőzöttek, ez az ország kultúrájától függ, hogy ebből mit fogunk megtudni. Tehát ha arra gondolok, hogy valóságosan mennyi fertőzött van, mennyi megbetegedett van, és abból azokból kik hunynak el, akkor úgy gondolom, hogy a második hullám valószínűleg gyengébb lesz. Tehát a vírus virulenciája, azaz invazivitása, tehát a sejtekbe való behatolása, a betegségek súlyossága az valószínűleg gyengébb lesz. Itt mindenki másnak mondom, aki nem volt itt 7 óra előtt, volt egy olyan felvetés, hogy valaki hallotta, hogy szennyvízben is ott van a vír, nem ivóvízben, ha jól emlékszem erre a megjegyzésre, hanem szennyvízben. El kell mondanom, hogy az új molekuláris eljárásokkal, úgynevezett... Bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy ez Franciaországban, szóval hogy aki említette, az azt említette, hogy Franciaországban jelent meg ez a cikk. Hallatlan sok olyan, tehát az új eljárásokkal, a úgynevezett új szekvenálási, tehát a nukleotid során meghatározó eljárásokkal, több millió új vírus. Meg egy új színsor, ami az, akit mondtak, hogy honnan kéne ezt az izét megvenni. Ki mondja? Azt hiszem valakinek MSN-edő, valakinek akkor, nem volt le. Igen. De hagyj üdvözöljem Barabási Albert Lacit. Szia, Laci! Aki ott ül, és elmondjam azt, hogy a szemléletünk ebben az ügyben nagyon nem jó. Az emberi test egy ökoszisztéma. Rengeteg baktérium, bakteriális gének, maga baktérium van bennünk, és rengeteg olyan vírus, ami nem betegséget okoz. És ha, most nagyon furcsa hangzik, ha én a vírusoknak adhatnék egy tanácsot, akkor nem jó célpontot választottak ki, mert rengeteg olyan élőlény van ebben a földi életben, amelyik egy vírus target. Ilyenek az ízeltlábúak, a legkülönbözőbb egysejtűek, és az egész élővilág a növényekkel együtt. Tehát ma, ha kimondjuk, hogy vírus, ez, vagy baktérium, ez baktériumokkal kezdődött ez a gondolat, akkor biztos valami rosszra gondolok. Ez egyfajta rasszizmus, hogy elrugaszkodjak önmagamtól, mert előítéletesek vagyunk. Én abba bízom, hogy jönnek olyan vírusok, amelyek el fogják nyomni ezt a COVID-19-nek elnevezett koronavírust,
egyszerűen az élettérért folyó harcban lemaradnak azok a vírusok, amik csak a földünkön lévő relatíve kicsi populációval, az emberekkel tudnak. Igen, azért most szerintem én azt érzem, értelek, András, bocsánat, ha nem bánod, ha egy kicsit vitatkozom, hogy igen, viszont itt most a mi életünkről, meg a jövőnkről van szó, és az, szóval nem, igen. Az is felvetődik bennem, hogy biztosan, hogy is mondjam, kedvezőbb lesz nekünk az a vírus, ami majd elnyomja a COVID-19-et. Vagy mit gondolsz? De Lacihoz, te is akartál, Laci, beszélgessünk. Tulajdonképpen csak annyit tennék hozzá, hogy nyilvánvaló, hogy lesz valamiféle második hullám. Az előbb említettem, hogy Kínában már pillanatnyilag ott tartanak, az a második hullámnak tekinthető az újra behozott betegségek, de nem leszünk már fegyvertelenek ezzel a második hullámmal szemben. Ugye egyrészt ott volt a legutóbbi szalonotokon, amit hallottunk, Barabási Albert Ászottról, aki úgy hallom, pont nem látom, hogy itt van velünk, hogy az ő kutatásuk ugye egy iránytűt adott, hogy hova, merre nézzünk a lehetséges gyógyszerek között, ami egy fantasztikusan klassz dolog. Rengeteg ilyen study van folyamatban, ahol próbálják ki. Megint mutatnék nektek gyorsan valamit, hogyha szabad. Persze. Itt... ez a képernyő mutatja azt az 590 folyamatban lévő clinical study-t, ami ebben a pillanatban különböző gyógyszerkipróbálások kombináció és azok kombinációinak a kipróbálását mutatja. Ez zajlik, ez a kutatás, és itt egészen remek eszközökkel pillanatok alatt meg lehet nézni, hogy melyik az, amelyiket már befejeztek, és valamiféle eredménye is van. Egy pillanat türelmet, és mindjárt meg tudom nektek mutatni. Ebből még viszonylag kevés van, sajnos kicsit lassan reagál, de itt vannak azok, amelyek már be vannak fejezve, csak néhány ilyen kutatás van, 8 darab, de rengeteg van folyamatban, rengeteg. És ebből valamiféle eredményre számíthatunk. Számíthatunk majd egy későbbi fázisban az oltásokra is, tehát nem leszünk fegyvertelenek akkor sem, hogyha a vírus önmaga nem változna, de a vírus is nagyon sokat változik, ezt már érintettük itt előbb, és én is említettem, hogy remélhetjük, hogy a vírus sem marad ugyanolyan, nem hogy remélhetjük, tudjuk. Ezt most nem mutatom meg nektek, de van egy nagyon klassz ábra, ahol lehet látni azt a rengeteg vírus, kisebb-nagyobb mutációt, amit már nyomon követ a tudomány. Elképesztő erőfeszítés van a világban, hogy pontosabban tudjuk, hogy mi fog történni. Egyébként az előbb elhangzott valahogy, és engem is érdekel, hogy szerintetek ma Magyarországon hány fertőzött van? És jönnek sorban a kérdések, ezt most a közösségben valaki szintén kérdezi. Hány fertőzött? Hát, minimum 10-szeres szorzóban gondolkodnak, akik értenek az epidemiológiához, a járvány tanhoz. Na most ebből a szempontból nagyon érdekes ez a svéd megoldás, ami a úgynevezett herd immunity-re, tehát a nyáimmunitásra gondol, és abban bízik. Én szerintem sokkal többen vagyunk, vagy sokkal több ember van, aki valamilyen módon átesett a víruson, na most a vírusfertőzésen. Még egy pillanatra magam védelmében, ez egy olyan óriási pandémia, tehát olyan világgyorsan elterjedt világjárvány, hogy ez csak evolúciós szemlélettel lehet jelenleg megérteni, és a jövőben gondolkodni. Mindezt azért mondtam. Például nagyon érdekes, hogy mi tele vagyunk bakteriofággal. Ezt lehet, hogy sokan tudják, a fágok azok baktériumvírusok. És olyan eredmények vannak, hogy pont a tüdőnkben, a légcsövekben rengeteg bakteriofág van, ami mint egy baktérium szűrőként viselkedik.
Tehát ezek a élőlények, mind a baktérium, a vírus nem igazán élőlény, de más sejtekben szaporodik, ezek között rengeteg szimbionta van. Tehát nem rosszat tesz, nem betegséget okoz, hanem együttműködik. Például azzal, hogy ahogy előbb mondtam, életteret keres magam, de teljesen igazad van, Györgyi, nem erről kell beszélni, csak a mi lesz, a hogy zajlik le, mikor lesz vége ügyről, nem lehet anélkül beszélni, hogy tehát egy krimi filmben is vannak a rossz fiúk, és vannak a jó fiúk. Nem lehet csak a rossz fiúkról beszélni, amikor nem veszünk tudomást, hogy van más is. Igen, ez meg részedről teljesen jogos, azt gondolom, és köszi ezt a kiegészítést hozzá. Kapcsolódnék, ha szabad, a svéd gondolathoz egy kicsit. Jó? Igen, abszolút. Lehet? Jó. Hogyne? Azért is, mert ez az intézet, ahol én dolgoztam, ez Svédországban van, tehát én ott éltem kint majdnem 13 évet, és azt hiszem, hogy ezért van egy kis helyzeti előnyöm abban, hogy megítéljem ezt a svéd választ. Uh-huh. A svédek eleve másképpen élnek, mint ahogy mi. Ugye a svéd békeidőben is 2 méterre egymástól várakozik a busz megállóba, ehhez nem kell neki járvány, egyszerűen udvariasságból. De ha két svéd felszáll egy üres buszra, akkor a két legszélső ülésbe ülnek le, a harmadik felszáll kiháromszögeli a legtávolabbi helyet, mert egyszerűen ez a legudvariasabb. Aztán nagyon sok szingli háztartás van, tehát sokkal kevesebb a vírus közösség. Aztán ugye attól harsog a sajtó, hogy nem zárták be az iskákat, dehogy nem. A közép- és felsőiskolákat, az egyetemeket, ahol nagy tömegek vannak, az bezárták, csak az úgynevezett kis elemi iskolákat hagyták nyitva. Ezek kicsi intézmények közel a lakhelyhez, 100 gyerekkel. Tehát nem lehet hasonlítani a nagy általános iskolákhoz. Aztán a svéd betartja, amit kér tőle az állam vagy az önkormányzat. Tehát nem megy a nagypapához látogatóba, ha egyszer azt mondják neki, hogy ne menjen. Tehát számos olyan előnnyel indultak el ebben a dologban, ami egyszerűen a társadalom más szövetéből adódik, mint amihez szokva vagyunk, hogy megússzák ezt, és megpróbálkoznak azzal, hogy ne hozzanak olyan szigorú intézkedéseket. De sajnos a helyzet az, hogy a számaik nem igazolják ezt a bátorságot. Mert ha a skandináv országokéval összehasonlítjuk, ma tegnap néztem meg, akkor fajlagosan, tehát egy emberre vetítve, többször-kétszer annyi, mint halottuk van. Az eseteik száma, tehát a súlyosak száma sokkal több, mint akár Norvégiában, akár Dániában. Tehát nem biztos, hogy ez a dolog be fog válni, annak ellenére, hogy valóban megpróbálkoznak ezzel. Pont az én főnököm, a Gizeke professzor nyilatkozott erről hosszan és szépen, de még 2 héttel azelőtt, mielőtt New Yorkba ugye be kellett tolni a hűtőkocsikat a kórházak udvaraiba, mert nem fértek el, meghaltak. Igen. Tehát itt a dolog úgy zajlik, hogy ez egy fajta emberkísérlet, amiben mindannyian részt veszünk az egész világon, és egyik kormány így, másik úgy próbálkozik. Igen. Majd az idő megmondja. Közben érkeznek kérdések még ehhez a fertőzöttség témához. Pintér Márktól például, hogy a magyar számokból mit lehet kiolvasni, mert irreálisan alacsony a fertőzöttek száma, de nagyon magas a halálozási arány. Bátori Balázstól pedig az, hogy ami szintén idevág, hogy egy magyar cégnél 3200 főt szűrtek, és 35-en voltak pozitívak. Ezt az arányt az ország népességére vetítve 100 000 fertőzöttet jelent. Ez reális szám lehet? Mit gondoltok? Én mindenképpen ki akarom emelni, hogy ez egy tört érték, ahol a számlálóban van az elhunytak száma, ami én nekem szintén vannak ezzel kétségeim, mert az az öreg ember, aki valami szimptomákat mutat, lázas, köhög, majd infarktus és vírust hordoz, majd infarktusban meghal, az úgy számolódik be, de itt van Falus Feri, aki ezeket az adatokat sokkal jobban tudja értelmezni. Tehát
úgy számítják be, mint egy koronavírus következtében elhunyt valaki, holott egyáltalán nem biztos, hogy ez volt a halál oka. Ennyit a számlálóról. A nevező meg abszolút bizonytalan, mert annyi a fertőz, ez abszolút attól függ, hogy mennyit mérnek, és mivel mérnek. Majd erre vissza fogunk térni. Tehát, és abból elnézés, hogy ilyet mondok, mennyit közölnek. Tehát mennyit mérünk, ha többet mérnénk, több fertőzött lenne, tehát a hányados értéke, a tört értéke alacsonyabb lenne. Igen, egyértelmű. Van teljesen egyetértve mindazzal, ami elhangzott, még annyit tennék hozzá, hogy vannak arra becslések, ilyen megalapozott, tehát a becslésnél kicsit több, a számoknál kicsit kevesebb, tehát van arra valamiféle lehetőség mégis, hogy a számokból azok mögé bújva egy kicsit legyen valami elgondolásunk arról, hogy valóban hányan fertőzöttek. Az egyik lehetséges mód erre pont a halottak számával függ össze, amiben, ahogy András mondta, szintén nem lehetünk teljesen biztosak, de viszont mégiscsak, ha megnézzük azt, hogy milyen szakmai konszenzus van arról, hogy ennek a betegségnek mekkora a végleges halálozási aránya, ami egészen más szám, mint ezek a magas százalékos számok, amit az éppen tudottak közül tudjuk. No, erre vonatkozólag a szakmai egyetértés az valahol ilyen 3-4-5-6 ezreléknél van. Ha ebből visszaszámolunk, akkor mindjárt lehet látni, hogy az a 100 000 szám, amit az az ember, az a illető, elnézést, nem tudom megjegyezni a nevét. Bátori Balázs. Elnézést, Balázs, hogy nem tudtam megjegyezni a neved. Tehát, bocsánatot kérlek. Tehát amit mondasz, az nem lehet messze a valóságtól. Annyira, hogy ezt még az országos tisztifőorvos asszony is minden alkalommal elmondja a napi tájékoztatában, hogy sokkal több fertőzött van, mint ahányról tudunk. Hát biztos igaza van, tehát én is azt gondolom, hogy jóval magasabb ez a szám. Ha nem bánjátok, mert egyébként halad az időnk, és annyi mindenről lehetne meg kellene is beszélgetni, úgyhogy akár még vissza is térhetünk erre, de engem nagyon izgatnak a gyógyszerek is, hogy milyen gyógyszereknek milyen van-e bizonyítható hatás, hogy például van kérdés arra vonatkozóan, hogy a BCG oltás pozitív hatása bizonyítható-e. Mert most ugye arról beszélünk, hogyha valaki koronavírusos, akkor a tüneteit vagy magát a betegséget milyen meglévő gyógyszerekkel lehet kezelni hatékonyan. Szóval mit tudtok ti, mivel lehet hatékonyan kezelni, mik a legendák ebben, vagy a tévhitek? András, Laci, mindkettőtökhöz kérdés ez. Igen. Hát én a magam részéről csak ugyanazt a táblát tudom mutatni nektek, amit az előbb mutattam, mert az ad valamiféle tényeket erre. Ezen meg lehet nézni, hogy milyen gyógyszereket kutatnak, melyik kutatás hogy áll. Azt tudom mondani, hogy a jelenlegi befejezett kutatások közül nincsen átütő erejű válasz erre a dologra, és nincs sajnos olyan csodaszer, ami működne. Ez a bizonyos klorokin és annak egy változata, amit maga Trump elnök ajánlott az alattvalói figyelmébe, ez nem biztos, hogy annyira jól működik. Ketten meghaltak egy stadiba, amit le is kellett emiatt állítani. Csak ez persze nem azt jelenti, hogy ez nem lesz valahol valamilyen dózisban jó, csak meg kell várni, amíg a tudomány ezeket az adatokat kitermeli magából. És azért mutatom újra nektek ezt az oldalt, mert iszonyatos erők dolgoznak ezen, és viszonylag hamar lesz erre valamiféle válasz. De talán, András, te jobban tudsz állásfoglalni a konkrét vírusellenes szerek kapcsán, mint én. Hát nem tudok sokkal többet mondani. Azt tudom mondani, hogy ugye tudjuk, hogy ez egy RNS vírus, tehát ribonukleinsav képezi a vírus genetikai állományát. Ahhoz, hogy ő megsokszorozza magát, őneki vissza kell írnia magát, vissza kell másolódni a DNS-é. A HIV-vel kapcsolatosan, ami ugyancsak egy RNS vírus, rengeteg olyan gyógyszert próbálta ki, ami azt az enzimet, amelyik visszaírja DNS-é valószínűleg
gátolja. Ezzel együtt nincs igazi hívellenes gyógyszer, egyébként védőoltás sem, ami úgy igazán átütően működne. De ebből a majdnem most már 30x éve fönnálló óriási farmakológiai gyógyszertani vizsgálat tömegből kiemelkedik ez a bizonyos remdesivir gyógyszer, amit egy amerikai cég, aminek furcsa a neve, úgy hívják őket, hogy Gilead, és aki a szolgáló leány története című furcsa, érdekes filmsorozatot látta, ez a borzalmas fundamentalista Amerikát is Gileadnak hívják, zárójelbe zárva. Azt csinálták egyébként nem a jó szántukból, hanem nagyon nagy felső kormányzati nyomásra, hogy lemondtak a szabadalomról. Tehát ezt ebben a pillanatban már gyakorlatilag más is elő tudja állítani. Itt vannak jó eredmények. Én meg vagyok győződve, hogy van egy csomó olyan gyógyszer, ami az angol azt mondja, hogy repurposing gyógyszer, újra új céltáblá, újra hasznosított gyógyszer. Ugye mindenki emlékszik a Contergánra, a talidomidra, amelyik olyan, amit pont várandós nőknek ajánlottak a 70-es években Németországban, és végtag nélküli gyerekek jöttek világra. Ma újra használják a Contergánt, főleg reumatoid artritisben, tehát gyulladásgátlóként egy nagyon jó gyógyszer. Uh-huh. Itt van a polcon egy csomó gyógyszer, és ezért tartom nagyszerűnek azt a munkát, amit Barabásiék végeznek, mert hálózat, majd ő elmondja, bízom benne, hálózat... Igen, és most majd szeretnénk is kapcsolni őt, igen. ...szinten próbál olyanokat tenni, hogy a meglevő gyógyszerek közül melyik hat. Van egy fantasztikus új kutatás, ez nem gyógyszer, Gordon nevű ember az első szerző ebbe a cikkbe. Ő a vírus genom alapján, amit a kínaiak megszekvenáltak már januárban, hipotetikusan in silico, tehát képernyő előtt prediktálták, hogy milyen fehérjéket termelhet a vírus, majd egy óriási fehérje adatbankban megnézték, hogy ezzel a vírus, a 20-valahány vírus fehérjével milyen fehérje képes esetleg irreverzibilis blokkoló kölcsönhatásba lépni. Ez egy rendkívül szellemes, igazi rendszerbiológiai megközelítés. Tehát egyetértek Lacival, döbbenetesen sok ilyen próbálkozás van, és optimista vagyok. Mm. A Barabási Lacit közben szeretném megszólítani, ugye Laci, ha jól tudom, itt vagy velünk. Igen. És jaj, de jó, szuper. Egyrészt gratula ahhoz, amit csináltatok. Közzétettétek azoknak a gyógyszereknek a listáját, ami hatással lehet, és akkor abban a közleményben, vagy nem tudom, türelmet is kértél. Közben tegnap meg volt egy ilyen sajtótájékoztatótok, amiben gondolom, vagy remélem, akadtak jelentkezők is arra, akik folytatják az emberkísérleteket, vagy teszteket, nem tudom, hogy kell ezt nevezni. Szóval hol tartotok most? Igen, tehát talán lépjünk vissza egy picit, és itt nagyon sok mindent elmondott az András is ugye ezzel kapcsolatban. Tehát az időskálák itt a fontosak, hogy mit lehet azon az időskálán csinálni, ami még hasznos lesz ebben az úgynevezett ebben a kitörésben. És hát ugye itt van például a remdesivir, ez valóban nagyon biztató eredmények történtek ebben az ügyben. Ez egyébként egy olyan orvosság, amelyik a vírushoz tapad hozzá, nem az emberi fehérjékhez, tehát igazából is így akadályozza meg a vírus képességét, hogy fertőzzön. Az eredmények nagyon biztatóak.
legalább egy évre, mivel hogy új orvosságról van szükség, legalább egy éves gyorsított eljárásra van szükség, hogy a piacra kerüljön. Tehát bár van, ugye nem lehet olyan orvosság, új orvosságot csak azután lehet a betegnek adni, miután tudjuk, hogy pontosan milyen mellékhatásaik vannak. Tehát ez volt az ok arra, hogy mi kimondottan az úgynevezett repurposing-gel foglalkoztunk, tehát hogy a létező orvosságok közül próbáltuk megkeresni azt, amelyik hathat erre. Na most például miért nem jósoltuk meg ezt a remdesivirt, mert részben nem volt benne az adatbankban, amit néztünk, és más a mechanizmusa ennek. Tehát ugye ez a vírus támadja meg, mi az emberi sejtben levő, az emberi sejtre ható orvosságokat nézzük, tehát ez nem is jöttett volna fel a mi listánkon. Na most én úgy érzem, hogy tehát most, hogy hogy állunk ezzel, ez nagyon egyszerű volt, ez ami a tegnap volt, ezt nem sajtótájékoztatónak nevezném, hanem úgynevezett Journal Clubnak hívtuk, vagyis hogy egyszerűen elmondtuk azt, hogy egy ilyen nagyon szakmai előadásban, hogy mit csináltuk, miért csináltuk és mik az eredmények. Közben várjuk azt, hogy megérkezzenek az orvosságok. Na most ezt én is tudtam, mielőtt nekifogtunk annak, hogy azaz hiába van meg a gyógyszertárban az orvosság, amit akarunk tesztelni, az nem alkalmas arra, hogy kísérletekben teszteljük, ehhez meg kell tisztán rendelni az orvosságot. És honnan jön az? Kínából. Tehát most egy két hetet várunk arra, hogy Kínából megérkezzenek a vegyületek, amelyet majd itt Bostonban ebben a nagyon biztonságos intézményben fognak tesztelni. És utána esetleg mehetnek klinikai tesztekben. Na most valóban érdekes volt az, hogy mutattatok itt a klinikai tesztekkel kapcsolatban, hogy milyen sok történik, viszont felszeretném fívni az embernek a figyelmét arra, hogy körülbelül egy negyede ugyanazt az orvosságot nézi, azt, amit annak idején a Trump az kitwittert, és pont azért van szükség alternatívákra, meg ezekre a munkák, amit mások és meg mi is csinálunk, hogy ne csak mind, tehát végül is arról van szó, hogy óriási erőforrások lennek, arra vannak rákényszerítve, hogy ezt az orvosságot a világon mindenütt teszteljék. Ahelyett, hogy sokkal tágabban néznénk, hogy mi lehet, milyen más opciók vannak, és hát pont ezt próbáltuk elősegíteni ezzel a módszertannal. Na most, hogy őszintéljek, amiért én optimista vagyok, az nem is az orvosság. Bízok benne, hogy valamelyik orvosság föl fog akadni, és tényleg alkalmas lesz erre, hanem a klinikai haladás. A másik, amit például most nagyon kezdnek a szakmával beszélni róla, az az, hogy az oxigén szint drasztikusan lecsökken a betegekben, annélkül, hogy ők észrevennék ezt. Tehát, hogy folyamatos oxigén szintet kell mérni még azokban, akiknek nincsenek erős szimptomáik, mert hogy ugye a tüdő megbetegésnek az egyik következménye, hogy nincsen, hogy nem jut oxigén a különböző szövetekhez, és látszólag szimptomamentesen ez meg tud történni, mert hogy a tüdőnek bizonyos részei nem működnek, illetve csak nagyon kis szimptomák mellett, és amíg jön ez a rohamos változás a rossz irányban, azoknál történik, mert már igazából lehetett volna látni ezt, hogy itt bajok lesznek. Tehát én úgy érzem, hogy itt a legnagyobb segítség az lesz, hogy ez a tudás föl fog épülni, és el fog jutni majd minden klinikára és orvoshoz, és sokkal értelmesebben tudunk, és tudási, tehát figyelmevésre tudjuk kezelni a betegeket. És rövid távon ez lesz valahol a leghasznosabb. Ezért mondom mindig az embereknek, hogy az egyik ok, amiért ugye az egész világ leállt, az azért, hogy lapítsuk el a görbit. Most már mindenki megtanulta, hogy miről van szó. De ugyanakkor egyénileg mindenkinek az az előnye, hogy ő személy szerint később betegedjen meg, mert minél később betegedünk meg, annál nagyobb tudással fognak hozzáállni a mi betegségünkhöz. Tehát nagyobb valószínűséggel fogjuk ezt túlélni. És viszont ennek van egy ára, és ezzel be is zárom, és akkor visszaadom Lacinak a szót. Az ára az ugye, mint például Magyarország esetében is, hogy nagyon kis mértékben épül ki az immunitás, hogyha nem tudunk megfelelő agresszíven belépni az országban. Tehát akkor lényegében állandóan fogja tartani ezt az állapotot, ha nem épül ki a megfelelő szintű immunitás. És hát ez lesz a nagy kérdés, hogy tényleg akkor ezt fogja eldönteni, hogy mikor lehet és hogyan lehet nyitani. Laci, akartál mondani valamit? Átadom a szót neked, jó? Igen, köszönöm szépen. A te szavaidhoz szerettem volna kapcsolódni, meg a múltkori gondolathoz, amit meghallgattam az előző szalomból, amikor szépen elmagyaráztad ezeket a kapcsolókat, amiket föl le kell engedni majd, egyetérte vele. Csak azt szeretném jelezni, hogy ahhoz, hogy a jobb gyógyításnak egyáltalán esélye legyen,
ahhoz az kell, hogy beférjünk a kórházba. Ugye? Ebben egyetértünk. És az, hogy erre esélyünk van egyáltalán, az azért van, és ezt vegyük észre, mert miközben benne élünk a mindennapokban, és ettől kínlódunk, és azt látjuk, hogy a politikusok itt-ott nem racionálisan cselekednek, de közben, ha egy picit hátralépünk, azt látjuk, hogy a történelem eddigi legsikeresebb, legnagyobb szabású védekezése zajlik egy olyan járvány ellen, ami sok millió, 10 millió embert elvihetett volna. Ezt azért merem így mondani, mert van rá példánk, egy nagyon jó példánk a spanyolnál, ha ugye az is csak egy influenza volt, hogy azt szokták mondani, hogy ez csak egy influenza. Na a spanyolnál, ha is csak egy influenza volt, ugye első világháború, nagyon gyorsan csak egy pár számot, hogy érezzük, hogy miről van szó, akkor volt körülbelül 1,5 milliárd ember, abból megfertőződött 500 millió, abból meghalt 50 millió. Különböző számok vannak erre, csak az arányok érdekesek. Ugye most egy olyan betegség indult el, aminek a vírusa, a kórokozát olyasmi számokkal lehet jellemezni a fertőző képességét és a okozott betegség súlyosságát, ami úgy közelebb van ehhez, mint máshoz, nem annyira súlyos, hiszen akkor 10% meghal, de mondjuk, hogy csak 1% halna meg, remélem, hogy nem. Akárhogyan számolunk, az jön ki, és ez az, amit az epidemiológusok minden országban leraktak a vezetők elé, hogyha a betegséget engedik elszaladni, mint ahogy pár helyen ez megtörtént, mert egy kicsit késtek az intézkedések, csak 1-2 hetet, lásd Lombardia, lásd New York, tehát ha a betegséget engedik elszaladni, akkor ott bizony az így fölmegy, valakitől azt tanultam itt ül lent a képernyőn, hogy egy hatványfüggvény szerint történik ez, tehát iszonyatosan gyorsan fognak a betegségek elszaporodni, az exponens mértékétől függ, de nagyon egyenetlenül, ugye néhányan nagyon sokat beteggé tesznek, ez egy külön történet, most ebben ne is essünk bele, de lényeg az, hogy nagyon sok beteg és nagyon sok halott lett volna, ha a világ nem áll le. Tehát ezt észre kell vennünk, ugye ezt majd később tudjuk értékelni, amikor így hátradőlünk és túl vagyunk ezen az egészen, hogy mi is történt. Én azt mondom, hogy milliók halálát előzték meg ezek az intézkedések, és ezeket valahogy finom hangolva biztosan fönn kell majd tartani valamilyen formában, pont azok miatt, amit már az előbb hallottunk mindkét előttem szólótól. De vegyük észre, hogy nagyon sok halál nem következett be emiatt. Ebben biztos vagyok. Köszi nagyon, Laci. És akkor még a másik, Barabási Laci, hozzád egy kérdés, hogy, vagy kettő, hogy mi mit tehetünk, tehát akik itt ülünk, hallgatunk, miben tudunk segíteni, vagy akár szakmailag, akár meg csak emberileg, van-e valami, amivel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy eredményes legyen a dolgotok? Én nagyon hiszek abban, hogy mindenki azon a területen próbáljon gondolkodni, amelyre neki rálátása van és szakmai tudása. Tehát most a Hősök terén vagyunk, úgyhogy tehát nektek van egy intézményrendszertek, amelyik átszövői az országot. A kérdés az, hogy tényleg mi az, amit látok a falukban, a kisvárosokban és itt tovább, és hol lehettek ilyenben hasznosak. Én továbbra is úgy érzem, hogy ugye itt tényleg óriási a megmozdulás, és a Lacival teljesen értett végén, hogy majdnem csoda, ami történt a világon, hogy le tudtunk állni, és megakadályoztuk ezt a rengeteg határát. És ez nagyon sikeres is volt, mese nélkül, és valóban nagyon kevés helyen futott el az egész sztori, mint New Yorkban, igaz-e? És többi, mindenki megtanulta a leckét ebből, és ez nagyon sikeres volt. És, de most igazából a nagy kérdés számomra mindig az, hogy mi lesz ennek az ára azokban a tömegekben, akik valahol itt a lényegében kisemmisöződnek, és megszűnik a megélhetési forrásuk. Olyas számokat láttuk, hogy a következő évben turizmus maximum felére fog csökkenni, meg egyéb dolgok. Tehát látjuk azt, hogy rengeteg embernek megszűnik a munkája, rengeteg közösség lényegében jövedelem nélkül fog maradni, és hát itt lesz a civil közösségek a szerepe, hogy hogyan tudjuk ezeket kezelni, és hogyan tudjuk feldolgozni, mint társadalmi csapásként azt, ami, az, ami már most történik, és ami ilyen nyilvánvaló lesz a következő hónapokban. Köszi. Egyébként erről Falus Andrással meg Balkányi Lacival is beszélgettünk, hogy az úgynevezett járulékos hatás, az ahogy te is mondtad korábban, ez egy sokkal keményebb lesz, mint akár maga a járvány.
direkt hatása. Mi keményebb, azt nehéz eldönteni, mert azért a halál elég kemény dolog tud lenni. Tehát, de mind a kettőre oda kell figyelni. Igen. András, Laci, van ehhez esetleg gondolatotok, vagy bármi, amit kiegészítenétek? Abban az értelemben, hogy mi várható a te eredeti kérdésedre visszatérve, én életveszélyesnek tartom azt a amúgy gazdaságilag megértett és érthető viselkedést, hogy mit tudom én, egy hónap múlva fellazítják ezeket a feltételeket. Tehát egy olyan, tehát ennek az izolációnak nagyon sok pszichiátriai vonatkozása van, még akkor is, ha mi itt érdligeten nagyon jókat kirándulunk, és egy viszonylag csendes életet élünk, de rengeteg ember, aki mondjuk egy lakótelepre van bezárva, tehát olyan értelemben nem nagyon tud úgy lemenni a 8. vagy a 10. emeletről, hogy ne szálljon be a liftbe. Tehát az ő izoláltsága az gyötrő. Na most az a felszabadultság érzés, amit fogunk mindannyian, vagy különösen, akik ilyen körülmények között élni, fogunk érezni, az nagyon veszélyes. Tehát ott lesz egy nagy második hullám, de ez hihetetlen népszerűtlen, politikai oldaltól eltekintve itt a tulajdonképpen a hatalomnak ez a húz meg, erez meg taktikája ezzel kapcsolatosan nem tud más csinálni, csak én jelzem, hogy nagyon veszélyes lesz. Igen. Hát én, mint javíthatatlan optimista, azt szeretném hozzátenni, hogy én nem a mindenható államban és a hatóság erejében bízom, hanem az emberekben, a kreativitásukban, a hihetetlen sok ötletben és gondolatban, ami most pár nap alatt úgy átszervezte az életet, hogy mégiscsak tudunk valamennyire élni, még ilyen körülmények között is. Ugye az a gumiszerviz, ahova én a téli gumikat lecserélni a nyári gumikra, és oda-vissza szoktam járni, amikor ez az egész dolog elindult, éppen foglalt időponton volt, hogy ez megtörténjen, fölhívtak, hogy kidolgoztak egy protokollt, hogy hogy tudnak úgy gumit cserélni, hogy én nem is találkozom senkivel, kesztyűben, maszkban vannak a gumiszerelők, elvonulnak az egyik sarokba, amikor én beállok a kocsival, kiszállok, kimegyek, lecserélik a gumiaimat, én oda teszem egy borítékba a pénzt, és eljövök. Tehát az emberek, ez ugye egy kis példa, egy nagyon picike kis példa. De az, hogy Magyarországon fine dining étterem házhoz szállít 90%-ig kész ételt, megint nem sok embert érint, amit mondok, meg tipikus első világbeli problémákat mondtam, és ennél sokkal sűrűbb a helyzet, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt Magyarországon viszonylagos jólétben vagyunk a világ különböző sarkaihoz képest, és itt ezeket a problémákat kell megoldani. Nyilván a harmadik világban, a szegény országokban egyébként őket fogja igazán ezt sújtani, attól tartok, és ott lesznek a nagyon nagy gazdasági bajok, de ez nem értek, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, csak egy megérzésem van. Erről én majd két hét múlva. A kezdeményező képességében, a kreativitásba, az alulról felfelé szerveződésbe, és azok fognak igazán segíteni. Szeretnék feltenni nektek néhány kérdést, ami a Zoomon belülről érkezett. Streitman Norbi kérdezi, hogy a számok alapján egy héttel vagyunk elmaradva Hollandiától, mégis eltérőek a számok, mi lehet ennek az oka? Hát kommunikáció. Jó, igen. Szóval sokkal kevesebbet tudunk, igen. A válasz ugyanaz, mint amit András mondott. Szóval ott van egy nyíltabb és egyértelmű kommunikáció. Oké. Esztervári Adrián kérdezi, hogy meredek gondolat lenne idehaza, ha az 50 év alattiak visszamennének tanulni, dolgozni, és csak az idősek maradnának otthon? Mire lehetne akkor számítani? Igen, és sokan meghalnának benne. Szóval meredek. Sajnos, igen, mert ugyanaz történne, ilyen kis robbanások lennének, és akkor hirtelen annyi eset lenne, hogy abba már a fiatalok is belekerülnének, a nagyon kis százalék ellenére. Mutatok még egy valamit nagyon gyorsan megint, hogy lássátok
a dolognak a természetét, hogy, hogy milyen ez a járvány. Uh-huh. Ugye ez a járvány, ez így néz ki, itt most látszanak a magyarországi adatok. Tehát sok pici kis járványból áll össze, amik helyenként lobbannak föl. Ugye itt van egy bizonyos barabási féle dolog, ugye a kicsi világ, meg a sok egy embernek sok kapcsolata. Hát ez a járványban pontosan így van. Itt lehet látni ezen az ábrán, hogy ilyen sok pici kis spike van, sok kicsi kis kiugró szám. Ebből látszik, hogy ott egy-egy, két-három ember vitt be egy járványt, és ott azonnal föllobban. Tehát ezért nem lehet ezt csinálni. Itt látszik ugyanez a térképen elosztatva. Ugye? Uh-huh. Tehát miközben mi ezt az általános ábrát látjuk, hogy mennyi az eset. Hát az gyakorlatilag semmit nem mond. Az az érdekes, hogy ott helyben ki a fertőzött. Ugye? És akkor itt van ez a bizonyos koreai paciens. Nem tudom, van-e még erre időnk ezt megnézni? Persze. Ugye? Pillanat, most meg kell gyorsan találjam, pedig előkészítettem itt a számotokra. Itt lesz valahol. Itt ugye arról van szó, hogy közben szóban mondjam, amíg gyorsan újra megtalálom, hogy Dél-Koreában volt az a bizonyos 31. számú paciens a fertőzés legelején, akinek 1600 kontaktja volt egymagának, és felelős volt az első körének a betegségekben azoknak a nagy részéről, és hát emiatt aztán az a helyzet alakul ki, itt látszik, már tudom mutatni nektek, még egy pici kis türelmet kérek, de már ott is van, remélem. Nem tudom, mennyire látni a képernyőn. Itt látszik az első 31 paciensnek a története. A pirosak érkeztek Wuhanból, a kékek már helyben fertőződtek meg. És látszik, hogy nagyon kevés embernek nagyon sok kontaktja volt, és sok embernek nagyon kevés. Ugye ennek az egy embernek, aki itt van, picit közelebbről megpróbálom megmutatni nektek, ennek az egy embernek 1600 kontaktja volt, és ez azért történt, mert ez az egy ember valahol megfertőződött, aztán véletlenül volt egy koccanásos balesete, bekerült egy kórházba, ahol az egész kórházat megfertőzte, de mivel csak kicsit sérült meg, hát kiengedték a kórházból, hazament, és utána vidáman elment, elnézést kérek a templomba, nem akarom senki érzéseit ezzel megbántani, de ott nagyon sokan voltak kis helyre bezárva 2 óra hosszat, és nagyon megfertőződtek. Majd utána szépen lázas is lett, de már itt fertőzött, mert ugye tünetmentesen fertőzött. Utána szépen nem szeretett főzni, tehát elment egy ilyen büfébe, ahol eszegetett a többiekkel együtt, egy csomó embert megfertőzött, majd utána ment a következő szertartásra, és ott is 2 órát eltöltött abban a bizonyos közösségben, és rengeteg embert megfertőzött. Tehát ennyit. Ez az egy ember, ennyit. Tehát hihetetlen, ennyien lettek betegek tőle. Ez a rajta ezt csináltak, egy remek vizualizáció. És látszik, hogy az összes többiek, azok ilyen kis klasztereket csináltak. Tehát hihetetlenül fontos a lokalitás, hihetetlenül fontos, hogy szűrve legyenek azok a potenciális szuperterjesztők, tehát akik olyan helyen dolgoznak, hogy sok mindenkivel kerülnek kapcsolatba, olyan helyen dolgoznak, hogy ők is sok mindenkivel, tehát oda-vissza sok mindenkivel kerülnek kapcsolatba. Például az egészségügyi intézményben dolgozók még ma is viszonylag sok mindenkivel találkoznak. Vagy egy bolti eladó, aki egy olyan élelmiszerboltban dolgozik, ami egy pályaudvar mellett van, nagy forgalmú, abszolút ideális személy. Még ha fiatal is, akkor nem is lesz súlyosan beteg, de fertőzni fog. Bemegy, hát egy kicsit köhög Istenem. Bemegy dolgozni. Tehát a járványnak az a lényege, hogy az nem egy véletlenszerű, ilyen normál eloszlásmutató görbe mentén úgy jön, aztán elmegy. Nem. A sok-sok kicsi fellobbanásból áll össze. És ezekre a fellobbanásokra ebben a pillanatban nincsen más eszköz, csak az izoláció. Én remélem, hogy meggyőztem azt a kedves résztvevőt, aki azt mondta, hogy hát maradjanak otthon az 50 fölöttiek, a többi meg menjen a dolgára. Nem. Sajnos nem tartunk még ott. Említettél most, igen, említetted ezt, hogy milyen, mennyi kontakt, és hogy ezt tesztelni kell, és hogy mérni kell, vagy szűrni kell, hogy kik azok, akik ilyen sok emberrel kapcsolatban vannak, és őket mindenképpen
tesztelni kellene, és előzetes beszélgetésünkben beszélgettünk is a tesztekről. Mire jó, mit mutat meg, mennyire biztonságos, mi az, ami kevés van belőle, sok, nincs sok belőle hülyeség, de hogy nagyon keveset tesztelnek, viszont mindenki keresi az utat, azt hiszem arra, hogy valahogy megtudja, hogy ő érintett, nem érintett, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Szóval milyen tesztek jók, mennyit kellene tesztelni, és minek higgyünk? Én azt gondolom, hogy már mindenki átment infektológus szakértővé, de azért azt el kell mondani, hogy elvileg kétféle teszt van. Az első egy molekuláris vizsgálat, úgy hívják, hogy PCR, amelyik a vírust méri, a vírusnak a genetikai állományát mutatja ki. Ez az egyik fajta tesztrendszer. A második a megfertőzött ember immunválaszát méri, IgG-t, tehát immunglobulinokat, IgG-t, IgM-et és most már IgA-t is. Tehát a legkülönböző, tehát a szervezet válaszát. Az első egy viszonylag kevés, de ma már rengeteg helyen meglévő infrastruktúrát igényel, ami egy génamplifikációs, generősítési módszer. A másik gyakorlatilag nem igényel infrastruktúrát, emiatt sokkal olcsóbb. Ez úgy működik, mint a terhességi teszt, egy úgynevezett laterál diffúziós teszt, a mintát, ami második esetben vérminta, vagy vérszérum, vagy plazma minta, beszivárogtatják egy ilyen szűrőpapír csíkba, ahova előzőleg a gyártó fölvitte a vírusnak bizonyos olyan fehérjeit, amire az immunrendszer reagál, tehát antigéneket. Ez a második. Az első az mintákat, méghozzá orrból vagy a szájgaratból származó mintákat vizsgál, tehát a lokális vírusokat akarja ezzel a nagyon érzékeny molekulár biológiai módszerrel mérni. Ez az elve a kétféle módszernek, kétféle tesznek, nem helyettesíti az egyik a másikat. A járvány elterjedésének elején nyilván a vírus közvetlen PCR-es kimutatására volt szükség, és lesz szükség az újrafertőzéseknek a közvetlen kimutatására. Az úgynevezett gyors teszt, ami szerológia, immunológia, az pedig a populáció átfertőzöttségét, illetve az immunreakciót mutatja ki, mondhatjuk azt is, hogy a védettségét. Tehát ez a két módszer elve. És mennyi idő után mutatja meg egyik, illetve másik módszer azt, hogy a szervezetben van-e koronavírus, vagy nincs? Az első az azonnal. Tehát, tehát az orrból, nyálkahártyából vett minta, ez a komoly minta, amelyik egy-két napig... Azonnal méri, ez ha kis vírus számban, és ezért ismétlik a vizsgálatot, akkor elképzelhető, vagy nem jó helyről vették a mintát. Ez nem egy kellemes dolog ez a mintavétel. Egyik unokánknak volt egy lázas estéje, és a szülei orvosok, és ezt a vizsgálatot elvégezték, nem azonnal, de elvégezték, mondta, hogy ez elég kellemetlen. Ha nincs elég vírus ott a légző utakon, a légutakon, akkor van egy esélye annak, hogy a mintavétel nem sikeres, ezért a negatív eredményt is megismétlik, a pozitívat is meg kell ismételni néhány nap múlva,
hogy validálják az első eredményt. Az első negatív után a vírus ugye replikálódik, tehát sokszorozódik, tehát nyilvánvalóan megemelkedhet a száma annyira, hogy az esélye annak, hogy az orrból és a garatból kivett minta pozitív legyen. A második az egy immunválasz, ami egyébként genetikailag életkorban, életmódban is olyan tényezőket tartalmaz, ami nem feltétlenül egységes mindenkinél, de az ahhoz néhány nap, talán egy 7 vagy 10 nap kell, hogy egy immunválasz jöjjön létre. Az IgM a nagyon gyors választ, az a friss válasz, friss immunválasz jelzi, az IgG pedig a viszonylag hosszabbat. Mindenki tudja, hogy rubeolában, tehát... Bocsánat, rózsa... András, az IgM az akkor az azt jelenti, hogy ha friss az immunválasz, akkor éppen benne vagyok a betegségben. Ha az nem IgG... a betegségben, a fertőzésben. A fertőzésben. Aha. Szóval és ha az IgG, akkor az pedig azt jelenti, hogy már kifelé megy? Már régen. Nem, nem azt jelenti, azt jelenti, hogy még lehet, hogy benned van a vírus, de lehet, hogy már nem, mert a immunrendszered legyőzte már ezt a vírust, és már vírusmentes vagy. Mind a kettő, ezért kell kétféle vizsgálatot csinálni, az a második, a szerológia, a gyors teszt, az csak a szervezet reakcióját méri, ami nagyon fontos lesz a populáció védettsége szempontjából. Igen, na, Anné mondja mellettem, és abszolút igaza van, ő a OVS-nek, a béradónak a vírusszerológia vezetője volt hosszú évekig, és például a HIV-nél, tehát az écet okozó vírusnál, vagy a hepatitisnél, a fertőző mágyuladásnál, a hepatitis C-nél, ha van ellenanyag, az marker. Az azt mutatja, hogy az immunrendszerünk reagált erre, de nem véd meg semmitől, nem protektív. Egyébként hát a AIDS vakcinákkal is ez a fő probléma már 20x éve. Tehát nagyon fontos a két dolgot egyszerre csinálni, minőségileg nagyon jó kitekkel. Na most a beszélgetés elején szó volt róla, igen, elnézést. Mondja Györgyi. Hogy megbízható, vagy mindegyik megbízható, melyik Magyarországon forgalomban van? Én most nagyon szaggatottan hallottalak, éppen azt kérdezted, hogy mindegyik megbízható-e. A nagy probléma a következő, és a Semmelweis Egyetem központi laborja, és most már lehet erről publikusan szólni, mert írtak egy cikket, ami kijön valószínűleg a jövő héten az Orvosi Heti Labba. Több ezer vizsgálat alapján, két kínai teszt felhasználásával arra a következtetésre jutottak, ezek szerológiai, tehát gyors tesztek, hogy ezek a tesztek alkalmatlanok. Vállalhatatlan eredménye, ez a két kínai szerológiai immunválaszt mérő kit. Nem azért rosszak, mert a kínaiak mi nekünk és Európában rossz teszteket adtak el, hanem azért, mert a kínai tesztek a Kínában elterjedt vírusok ból extrahált antigéneket használták. Az ottani fertőzött emberek erre 90%-ban pozitívan reagáltak, de Magyarországra és Európába és Ausztráliába érve már elképzelhető, sőt nagyon valószínű, hogy a vírus megváltozott, és az antigén összetétele a célt
pontoknak a keveréke nem ugyanaz, tehát a magyar fertőzött és az európai vagy más fertőzöttek nem úgy reagálnak a kínai antigénekkel, mint ahogy ott. Na most emiatt ez a nagyon nagy laborra tényleg sok ezer vizsgálat. András, meg lehet nevezni azt a, nem tudom, egy vagy két ilyen kínai tesztet, amiről most szó van? Nem tudom, de az Orvosi Heti Lapban online megjelenik, hogyha van egy pici időm, akkor most elfogom mindjárt a két cégnek a nevét küldeni. A Laci, amikor erről megbeszéltünk hárman, hogy miről beszélünk, teljesen jogosan azt mondta, hogy minden teszt kínai jelenleg. Tehát ez egy nagyon nagy veszély. Rosszat mondtam, már nem, de valóban így volt még egy körülbelül három héttel ezelőtt. Igen, bocsánat. Igen, hát nyilvánvalóan minden ország elkezd teszteket csinálni. A Jakab Feriék is Pécset, én beszéltem vele, ezen az úton vannak, Szegeden akarnak egyet létrehozni, nekik is megjelent. Ez egy nagy probléma, mert ez fals negatív. Tehát azt jelenti, hogy a pozitív ellenanyag választ nem mutatja ki olyan biztonsággal, olyan reprodukálhatósággal, sőt olyan érzékenységgel, mint ahogy kellene. Értem. Rengeteg, igen. Ha szabad ehhez két, egy praktikus, meg egy szép valamit mondani. A praktikus dolog az, hogy nagyon sok labor azzal hirdeti magát, hogy az a teszt, amit neki sikerült vásárolnia ezen a piacon, van már néhány dél-koreai is, láttam meg más is, de zömében kínai, az rendelkezik valami csodával, úgy hívják, hogy CE, vagy rendelkezik valami csodával, amit úgy hívják, hogy OGYI szám. És kérem szépen, mind a kettő szám regisztrációt jelent, nem bevizsgálást. Ez azt jelenti, hogy a gyár kötelezettséget vállalt arra, amikor ebbe a regiszterbe bejelentkezett, hogy ő bizonyos minőségi követelményeket betart, és úgy készíti el az ellenanyagot, hogy ezeknek megfelel. Jogi felelősséget vállal érte. Semmi köze a bevizsgáltsághoz, semmi köze az értékéhez. Az OGYI-nél van egy olyan, amikor megadnak egy számot, hogy kivizsgálta be azt a valamit. Na, azt érdemes nézni, mert vannak olyan intézetek, akik erre föl vannak hatalmazva, ilyen minőségbiztosítással foglalkozó intézetek, akik ezeket a teszteket utána megvizsgálják. De mivel olyan kevés idő telt el, hát nagyon-nagyon kevés olyan teszt van, ami ezen a bevizsgálási folyamaton tényleg átment, és így használhatóként van, megbízhatóan használhatóként van elkönyvelve. Tudtommal az Egyesült Államokban is még csak talán 2-3-an, hogy mennyi van ebből, azt most nem mutatom meg nektek, de higgyétek el, van egy összesítő szájt, amin 300 valahány ilyen van már felsorolva. Én nagyon örülnék, hogyha abból 2-3 jó lenne, mert akkor jó lenne. Amit még gyorsan megmutatok, és itt szeretnék András szavaihoz visszakapcsolódni, ha van egy kis idő, ez a genetikai változékonyságról. Itt van egy ábra arról, hogy megint mit tudott a tudomány néhány hét hónap alatt összehozni. Tehát minden egyes törzset, az új törzseket végig szekvenálják, és megvannak a sorozatok. Tehát a tudomány nagyon pontosan követi a mutációkat, és hát egyelőre ebből van rossz hír is, meg jó hír is, nincs olyan mutáció, bár rengeteg közlemény van, amiről bebizonyosodott volna, hogy tényleg sokkal súlyosabb lenne, van erre gyanú, de nincs bizonyíték. Sajnos olyan sincs, ami, tehát magyarul összefoglalnám, nagyjából az jött ki ebből a sok kutatásból, hogy ez viszonylag stabil ez a vírus, annak ellenére, hogy kis változások számosan vannak, és ezek azt eredményezik, amit András elmondott, de mégis van rá remény, hogy oltást ki lehet ellene dolgozni. Ezt olvastam a legutóbbi két összefoglaló cikkben. Tehát a kutatás hihetetlenül intenzív, lesz eredmény, kicsi kis türelmet kérek szépen minden kutató nevében, mindannyiunktól, magamtól is. Én is nagyon türelmetlenül várom, hogy ez minél hamarabb
eredményt hozzon. Közben nekem egy technikai kérdésem lenne mindenkihez, aki most itt a beszélgetésben részt van, és van egy ilyen reaction gomb alul, hogy most 12 percünk van még a megbeszélt ideig, és rengeteg kérdést küldtetek, ezt szeretném feltenni, meg van még egy-két topik, amiről akarunk beszélni. Oké nektek, hogyha hosszabb ez a beszélgetés, a másfél órát túlnyúljuk. Ha igen, akkor így jelezzetek ilyen kézfeltetteléssel, vagy tapsolással, vagy like-jellel bármivel. Csak gyorsan végigpörgetem, nézem alapvetően. Oké. Azt látom, hogy alapvetően erre szavaztok, hogy legyen hosszabb, úgyhogy akkor én azt mondom, hogy egy ilyen 20 percet még tegyünk rá, és akkor vissza is térek arra, és tudta, hogy Niki kérdezi immunitással kapcsolatban, hogy hogyan és mikor lehet majd megtudni, hogy mennyi ideig véd az, ha átestünk a víruson. És hogy egyelőre nem tudni, hogy meddig tart az immunitás, hogyan tudjuk ezt majd mérni, és mikor lesz biztos ebben az eredmény. Nem tudjuk. Az egy fontos tényező, és a svédeknek a nyáimmunitás ügyében ez volt az óriási rizikó, hogy nem ismerjük jól ezt a vírust. Tehát az immunreakciót se ismerjük jól. Feltételezések vannak, hogy néhány hónaptól néhány évig tart. Na most mindenki tudja, hogy a influenza elleni védőoltás minden évben megismétlik, mert az a bizonyos két antigén, a H meg az N, ami a influenza vírusokon van, az nagyon variábilis, de nagyon gyorsan lehet ellene vakcinát termelni. Tehát ha egyszer sikerül a COVID-19-re jó vakcinát találni, akkor talán a változatok ellen is, én tudom, Györgyi, hogy a vakcinákról még nem beszéltünk, de az immunreakció is, a immunreakció hossza is eltérhet. A Laci említette a járványos gyerek bénulást, ugye a Szalk és Szabin oltásokat, illetve a Szabin az csepp, szájon át kerül be. Úgy tűnik, hogy az a poliomielitis nevű, poliomielitis okozó, vagy Heinemedinnek is hívták, kórt okozó vírus, az hála Istennek nem változik. Tehát mi egyszer az életünkben megkaptuk, vagy szuriban, vagy cseppekben az oltást, és védettek vagyunk. Egy idő, egy életre. Úgy de ezt egy... most a COVID-19-el kapcsolatban nem tudjuk. És nem tudjuk. Ezért kezdtem azt, hogy nem tudjuk. De, ha, de védettség lesz, csak kérdés, hogy milyen hosszú. Értem. Laci, neked van hozzá gondolatod? De teljesen egyetértek. Értem. A teszteléshez érkezett még két kérdés. Fehér Zsolt, autoimmun betegség esetén nehéz az IgN per IgA szintek mérése, nem? De nem. Nem, az IgM a gyors fertőzést mutatja, azelőtt elkezdtem a rubeolát mondani, a várandós anyák első trimeszterében nagyon nagy baj, hogyha van a környéken egy gyerek, egy rubeolás gyerek, ha IgM ellenanyaga van a kismamának, az rossz hír, mert az friss fertőzés jelent, ha IgG az jó, mert azt jelenti, hogy védett. De hagyd mondjak egy pillanatra még egy dolgot az előbb mondottakhoz. A IgM és az IgG megjelenése az lehet, hogy ebben az esetben csak marker. Jelzi azt, hogy az immunrendszer beindult. Általában mindig ellenanyagokra gondolunk, ha immunválaszról beszélünk. Tudnunk kell, hogy a vírus ellen, a vírus fertőzött sejt ellen nem humorális, tehát oldékony immunglobulinokkal, hanem sejtekkel védekezünk. Egyszerre indul be az egész immunrendszer, és van egy immunválasz, ami markere annak, hogy az igazán hatékony immunsejtek is, úgynevezett T-limfociták is aktívvá váltak. Ezt se tudjuk még.
Tehát azt se tudjuk még, hogy a ellenanyag az neutralizálja, tehát hatékonya a vírus ellen, vagy csak jelzi a teljes immunrendszer aktiválódását. Például hepatitisnél és HIV-nél nem ér semmit, nem véd meg az ellenanyag, de mégis véradásnál erre tesztelik a donor véreket, és jelezvén azt, hogy abban a transfundálható vérben van vírus, mert az immunrendszer ellenanyaggal is tudott reagálni. Nem tudom, érthető volt ez? Szerintem igen, abszolút, és nagyon köszi, hogy ezt elmondtad. Közben egy pár gondolat az sok kérdéshez felvetődött bennem. Mi elkezdtünk beszélgetni az előzetes beszélgetésben a tévhitekről, hogy mik a mi fő tévhiteink, és hogy ezeket miért kellene elengedni, Balkányi Laci. Ó, hát rengeteg van. Nagyon mulatságosakat lehetett olvasni, hogy meleg vizet kell inni reggelente. Ennek egyébként a kínaiak nagy hívei, állítólag a teát is úgy találták föl, hogy már a császárok is minden reggel ittak egy pohár forró vizet, és külön volt egy ember, aki megmelegítette az ő forró vizét egy tűz alatt, és a fáról beesett egy levél, és furcsa íze volt a víznek, és ezért ezt az embert jól kivégezték volna, aki rettegve mondta, hogy hát nem, csak egy levél beesett, de hogy akartam én a császárt megmérgezni. Ez a teának a története. Tehát ez a melegvizes történet, ez így eléggé nem stimmel. Ugye aztán fölbukkannak mindenféle más ötletek is arra, hogy nem tudom én, mivel locsoljuk magunkat és tegyük tönkre a bőrünket. Sima szappanos víz. Ez a vírus olyan, hogy a burkát föloldja a sima szappanos víz tökéletesen, nem kell magunkat alkoholba impregnálni, hogy aztán a bőrünket ki lehessen akasztani valahol egy megfelelő helyen, és még sorolhatnánk, én átadom a szót Andrásnak, biztos ő is tud ilyeneket, mint én. Hát olyan konteók vannak, hogy mesterségesen állították elő, mert a Wuhani vírus központ és ez az élő állat piac, ez nincs messzire egymástól, és állítólag néhány éve valami nemzetközi biztonsági vizsgálat, hát nem találta megfelelőnek ennek a víruslabornak a működését. A legszebb ilyen összeesküvés elmélet az volt, hogy azt akarták csinálni, ugye nem ez az első koronavírus, volt a SARS meg a MERS, sőt van egy csomó, ahogy a legelső megszólásomban mondtam, apatogén betegséget nem okozó koronavírus, ami nem terjed át úgynevezett zoonózissal állatból emberre, és van egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy a HIV ellen akartak egy vakcinát létrehozni, és a koronavírusnak a genomját, tehát a genetikai anyagát akarták ehhez a vakcinához felhasználni. A COVID genetikai vizsgálata a legkompetensebb laborok szerint kizárja azt, hogy ennek mesterséges forrása is lett volna. Egyébként a BCG ügyet egy pillanatra még visszahozva, ugye a BCG a tuberkulózisnak a baktériuma, amelyik ellen Magyarországon, hála Istennek, 54 óta kötelező az oltás. Annak van egy olyan hatása, hogy ez az immunrendszert aspecifikusan, antigéntől függetlenül is aktiválja, ezt természetes immunitásnak hívjuk. Például hólyagrákokban beszoktak adni a hólyag tumor szövetébe, hővel elölt vagy egy kicsit legyengített BCG-t, ott egy olyan marha nagy immunreakció jön létre, ami ilyen innocent bystander módon a tumort is elpusztítja.
Ezért van egy olyan feltételezés, hogy azok az országok, ahol a kötelező az oltás, azok előnyben vannak, az immunrendszerük harcra készebb, mint ahol nem. Köszi nagyon. Még egy dolgot, ha szabad a magyar denevérek védelmébe gyorsan, mert láttuk a hírekben, hogy szerencsétlen denevéreket ölik a halomra. A magyar denevérek nem terjesztenek koronavírus fertőzést. A legrosszabb, ami történhet velünk, hogyha egy denevér elpusztul veszettségbe, azt el tudjuk tőle kapni, de nem ő fog minket megharapni, mi fogjuk őt megharapdosni, tehát megfogni, mert ők csak rovarokat vagy növényt esznek, tehát ne bántsa senki a denevéreket, se a cicákat, a cicáktól se lehet. Meg a kutyáktól sem. Nem, így van. Igen. Vírus stratégiákkal kapcsolatban rengeteg kérdés érkezett, és akkor, ha nem bánjátok, ezt venném sorra. Király Gyula kérdezi, hogy ha feltételezzük, hogy nem találunk ellenszert, és azt feltételezzük még, hogy az újrafertőzési ciklus rövidebb, mint a nyári immunitás elérésének az időtartama, akkor végtelen hosszú lesz a védekezésnek ez a formája, aminek az alapja az egészségügyi kapacitásokhoz igazodás. Tehát, hogy ez egy kérdés most. Mit gondoltok erről? Én azt hiszem, amennyire gondolom, én nem vagyok epidemiológus, hogy azért, ha egy vektorként ábrázoljuk a járvány kimenetelét, tehát a fertőzötteket, a fertőzöttben megbetegedett, esetleg elhunyt embereket, akkor a görbenek az eredője egy lefele mutató görbe. Minden az emberiség történetében, minden nagy járvány ennél sokkal rosszabb feltételek között így zajlott le. Tehát nem végtelen, nem lesz végtelen. Én szerintem ez a vírus túl mohó, és az, hogy az egész világot pillanatok alatt van elterjedt, arra ő idézőjel elnézést ezekért a szubjektív kiszólásokért rá fog fázni, mert annyi olyan replikációs rátája van, hogy előbb-utóbb elveszti azt a képességét, hogy minket, embereket megfertőzzön. Nagyon sok változat fog előfordulni. Valahol olvastam azt hiszem egy WHO lábjegyzetben, hogy a Fülöp-szigeteken már 8 féle, genetikailag 8 féle vírus fordul elő. De ez a replikáció képesség, ez lesz szerintem a vírus veszte és a mi szerencsénk. Bízunk benne, meg ezt remélem, ez így elég. Igen, András szavaira csak rá tudok erősíteni, hogy az a bizonyos mód, ahogy ez történik, amit a mutációs órával szoktak jellemezni, hogy állandóan biztosan történnek a mutációk, és az evolúciós nyomás, a szelekciós nyomás az arra viszi a vírust, hogy ne ölje meg, és ne betegítse meg a hostot. Ez persze nem minden vírusra érvényes, nagyon sok háttér paramétere van ennek, de a légzőszerviekre általában valami ilyesmi szokott történni. Én sem vagyok epidemiológus, tehát csak olvastam erről, és hiszek az epidemiológusoknak. Uh-huh. És azért olyan járványok, mint a himlő, a fekete himlő, az eradikálódott a földről. Nem. Tehát lényegében, igen, hát az oltások. Igen. Valkó János kérdezi, hogy ha a nyári immunitáshoz 7-8% fertőzött kell hosszú időn keresztül, ugye ezt mondta a Barabási Laci az 2 héttel ezelőtt, akkor ez Magyarországon 750 000 fő. Ha csak 10% nincs karanténban, akkor is sokszor annyi fertőzött lesz szabadon, mint jelenleg. Ezzel ellentétes a mostani törekvés, hogy minél kevesebb legyen az újrafertőzés, vagy új fertőződés, és hogy van ez valójában? Hát azt nem tudom mondani, hogy van ez valójában, azt el tudom mondani, hogy mit gondolok róla. Azt gondolom, hogy amit a Barabási Laci mondott, az teljesen jó gondolat. Ez egy gördülő 7-8%, összesen annyi nem elég, ez fontos, tehát összesen többet kell elérni.
és hát ő egy ilyen fajta víziót vázolt föl, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, ami mindig így nagyjából ezen a szinten tartja, és akkor egyszer csak elérjük. Ebben azért nagyon sok feltételezés van. Az egyikről ma már többször volt szó, hogy nem is tudjuk, hogy mennyire leszünk védettek, és milyen hosszan, mert új a vírus. Tehát ezt még ki kell tapasztalni. A másik feltételezés pedig ez a változatlansága, amiről pont az előbb beszéltünk, hogy a vírus nem fog változatlanul maradni, tehát nem fog ez örökké menni. Akkor ugye a harmadik történet az a gyógyszeres kezelések, ha találunk olyan kombinációt esetleg meglevő gyógyszerből, vagy lesz új gyógyszer, akkor lehet, hogy ez egy kezelhető, könnyen áteső betegségé válik, és elengedhetjük az egészet. Ugyanúgy fogunk hozzáállni, mint egy más gyógyítható betegséghez. Tehát nagyon sokféle lehetséges kimenet van ebben a pillanatban, csak erre szerettem volna utalni. Nem egy lehetséges forgatókönyv van, meglátjuk. Pintér Márk kérdezi, hogy azt mondják, hogy az erős immunrendszerrel rendelkezők tünetmentesek vagy enyhe lefolyásúak. És akkor miért nem beszélünk többet az immunerősítésről? Mert olyan nincs. Tisztelettel szeretném közölni, hogy amikor azt a szöveget, reklámot halljuk, hogy ilyen és ilyen immunerősítők vannak, azt ne tessenek elhinni. Olyan roboráló erősítő szerek vannak, amik a teljes szervezetünkre hatnak, a idegrendszerünkre, a hormonjainkra, az izmainkra, az emésztésünkre, a kiválasztásunkra és az immunrendszerre is. Tehát önmagában szelektív immunerősítő nincsen. Hagy mondjak egy reklámot, az akadémián a tudomány.hu nevű szájton van egy nagy cikk erről, amit egy kitűnő klinikussal együtt írtunk, ami azt mondja, hogy ez hanta, kérem, immunerősítés szelektíven nem létezik. Ez a nagy átverések egyike. Olyan van, ami természetesen az immunrendszerre hat, ebbe benne van a táplálkozásunk, a mozgásunk, a higiéniánk, sőt egy csomó mentális tényező, pszichikus tényező. Például van egy olyan immunológiában, hogy gyász jelenség. Amikor valaki elveszti egy hozzátartozóját, akkor átmenetileg vízvást, átmenetileg rosszabb az immunválasza. Például a tumor keletkezésének a lehetősége, vagy fertőzéseknek a rizikója sokkal nagyobb egy ilyen depresszív állapot következtében. Tehát az immunrendszer, a szervezet integráns része együtt növekszik, javul vagy romlik a funkciója. Csak nagyon gyorsan észre lehet venni, mert fertőzések, mert esetleg legkülönbözőbb malignus, tehát tumor folyamatok kísérik annak az útját, hogy nem működik jól az immunrendszerünk. Uh-huh. Igen. Hát nincs mit ehhez hozzátenem, csak nagyon egyet kell értsek azzal, amit mondott András ezekről a mindenféle immunerősítőkről, amiket a boltban lehet kapni. Mivel ma nagyon súlyos témákról van szó, egy kicsit hagy oldjam a hangulatot azzal, hogy lehet, hogy azt kellene megtanulnunk, hogy a lábunkkal kapaszkodva, fejjel lefele lógva aludjunk, mert a denevéreknek nagyon erős az immunrendszere. Azért jó hoztok, azért van benne sokféle vírus, mert az immunrendszerük féken tartja őket, és hát ennél jobb tippem most nincsen immunerősítésre, mint hogy próbáljuk meg úgy aludni. Lehet, hogy kicsit kényelmetlen lenne. Elnézést, hogy erre fordítottam a szót, csak annyira súlyos ez a dolog, amiről beszélünk, és igazából azért sokunkat nyomaszt, és nem olyan örülünk, hogy bezárkózva kell élnünk, hogy muszáj egy kicsit néha ez alól följönni, és levegőt venni. Ugye cigarettaszünetnek vége le lehet merülni. Igen. Ezt is akartam, vagy erre akartam most egy kicsit kitérni. Mékuti Ili kérdezi, hogy
mi lehet a józan védekezés azután, hogy lazítanak a korlátozásokon? Mit kellene betartani addig, amíg nincs oltás és gyógyszer? Szerintetek? Mind a ketten kicsit hezitálunk, mert... Mind a ketten kicsit hezitálunk, mert valószínűleg erre Falus Ferenc, aki szintén itt volt közöttünk, hivatott inkább válaszolni, mint mi. Én csak annyit mondanék, hogy józan észre valószínűleg ezt a távolságtartást, ezt szokássá kell tegyük bizonyos fokig, az biztos. Tehát másképpen fogunk egy kicsit élni most egy darabig, de nem mennék a specifikumokba, mert ez nem értek, hogy... Közben akkor... Falus Feri, egy-két mondatra bekapcsolhatunk téged? Válaszolsz te erre a kérdésre? Kérdés elejét nem hallottam, mert... Hogy mondom újra, hogy mit tegyünk majd azután, amikor feloldják az intézkedéseket, szóval, és addig, amíg gyógyszer vagy vakcina nincsen. Addig kell feloldani az intézkedéseket. A Harvard Medical Schoolnak van most egy ajánlása, ami ezt a Húzd meg, engedd meg című játékot javasolja tulajdonképpen, hogy amikor úgy tűnik, hogy a országnak az egészségügyi ellátó rendszere képes kezelni azt a megbetegedési mennyiséget, akik kórházba kerülnek, vagy intenzív osztályra kerülnek, és az ehhez szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak. Tudnék, azok a gyógyszerek, amiket pillanatnyilag ajánlanak, azok horribilis összegbe kerülnek. Tehát az a magyar gyógyszer, amiről azt gondoltuk az elején, hogy az majd a kórházban fekvő betegeken segít, arról egyre több információ van, hogy nem a súlyos betegeknek való gyógyszer. A többiekből pedig ilyen 180 000 forint per tabletta vagy injekció. Szóval bődületes összegekről van szó, és én nem tudom, hogy ezt az ország meddig fogja bírni. Tehát amikor egy kis lazítás van, akkor lehet látni, hogy a megbetegedések száma emelkedik-e vagy nem. És a múltkori ilyen beszélgetésre Barabás Albert Lászlóra hivatkoznék, aki akkor azt mondta, hogy ugye 5-7% lehet egyszerre körülbelül beteg, 5% van karanténban, és az kezelhető. Tehát, hogy erre kéne számítani szerintem, hogy ezt kell belőni addig, amíg nincs védőoltás, vagy nem érjük el a közösség védettséget. És a viselkedés akkor meg szerinted is az, hogy tartsunk távolságot? Hát a távolságtartáson én egy picit más gondolok, most elnézést ezért a dologért, tehát hogy vírusközösségeket alakítunk ki. És a kis vírusközösségünkön belül mondjuk kevésbé tartunk távolságot, de a idegenektől és egyebektől azért nagyobb távolságot kell tartani. Itt igazi kérdés például az, ugye, hogy például mikor lehet színházba menni szerintem. Például. Igen, ez koncertre, ez nagyon hiányzik. Igen. Koncert, színház, bocsánat, egyben mindegy, hogy minek mondod. Uh-huh. A vállalkozóknak ajánlom az autós mozi nyitás ötletét, és majd utána belőle néhány százalékot. Van szerintem ez az idei nyárnak a legnagyobb potenciális üzleti lehetősége. Igen. Nagyon, nagyon köszi, hogy bekapcsolódtál, vagy bekapcsolódsz. Köszönöm. Következő kérdés Valkó Jánostól. Hallottam ártalmatlan vírussal történő szuperinfekcióról, ami a szervezetben interferon termelést indít, ami aztán legyőzi a koronavírust is. Mit lehet erről tudni, meg hogy igaz-e? Voltak ilyen próbálkozások, tehát magyarul konkurenciát csinálni a patogén vírusnak, de ilyen a természetben is előfordul, és ez, amire mondtam, hogy a nagyvárosok szennyvizéből több 10 millió féle vírust izoláltak, amiknek az égvilágon semmi patológiai hatása nincsen. Lehetne olyan vírus találni, amelyik ugyanahhoz a receptorhoz, tehát sejtfelszíni anyaghoz kötődik, ez egy angiotenzin konvertáz enzim, rövidítve ACE2, tehát lehetne kompetitor vírus, szerintem dolgoznak is ilyen irányban, valamilyen kompetitort találni, ami antagonizálja a koronavírust egy másik vírussal
meg lehetne ezt próbálni. Nem tudom, átérünk lassan a vakcinára, mert ez már szinten oda tartozik. A védőoltásoknak nagyon sok fajtája van, vannak a élő, legyengített vírusok, vannak például a hővel elölt vírusok, vannak a vírus alegységek, tehát kis fragmentek által létrehozott védőoltás, illetve vannak a nukleinsav vakcinák, ahol nem a fehérjét, a vírus fehérjét adják be, hanem a génnek, a genomjának, a örökítő anyagának egy részletét, ezt beadják bőr alá, vagy valamilyen úgynevezett génpuskával beviszik, és az ott, például az emberi sejt termeli meg azt a ártatlan, nem fertőző, de immunválaszt kiváltó struktúrát, ami ellen a immunválasz irányul, és ami a veszélyes vírust is el tudja pusztítani. Egy szó volt azelőtt a Salk és a Sabin féle eljárásról. Azt annak idején volt egy olyan stratégia az egyiküknek, hogy csináltak egy konkurens vírust. Tehát mutációs hatásokkal, például sugárzással, besugárzással, rádióaktív sugárzással elő tudtak olyan vírust állítani, amelyik kompetitor volt a veszélyes, a Heinemedin vagy polimielitis okozó vírussal. A másik megoldás az az volt, hogy formaldehiddel, tehát formalinnal inaktiválták a vírust. A vírus nem tudott replikálódni, de a vakcinára alkalmas volt. Tehát rengeteg stratégia van. A WHO húsvét előtt, azt hiszem csütörtökön, nagy csütörtökön hozta ki, de azóta több van, és a Laci küldött egy fantasztikus honlapot nekem, amin a aktuális vizsgálat szám megvan online, és valószínűleg real time, tehát mindennapi frissítéssel, hogy gyakorlatilag 62 helyen folyik vakcina kutatás, és nagyon sok helyen ezzel a legutolsó nukleinsav vakcinával próbálkoznak. Kettő van klinikai kipróbálás alatt. Egyébként az Ursula von Leyen is mondott valamit, az Európa Tanács elnöke, német elnöknője, hogy valahol ez egy német-angol kollaboráció, nagyon jól áll a vakcina előállítás munkája. És egyébként, ha ez az út járható, akkor szerintetek ebből, és tudom, ezek tippelések, de mégis, mert nyilván kíváncsi vagyunk rá, hogy ebből mikorra lehet védőoltás, olyan védőoltás, amit be lehet adni országokban embereknek sorozatban, tucatjával vagy tömegével? Mit gondolsz, Laci? Örök optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy remélem, hogy még az év vége előtt. Ez egy nagyon optimista hozzáállás. Nem tudom. A legkülönbözőbb cikkek, amiket erről olvastam, a legváltozatosabb jóslatokat teszik. A 3/4 évtől a másfél éven át minden jóslat elhangzik. Én csak azt tudom tényszerűen hozzátenni, hogy soha nem látott tudományos összefogás, gyorsaság és teljesítmény van folyamatban. A kínaiak tanulva a korábbi hibáikból most szinte azonnal, amikor a vírus megtalálták január elején, közzétették a bázis sorrendet. Ez eljutott mindenhova, párhuzamosan beindulhattak a kutatások. Most például az Európai Uniónak a kutatási szervezete, a GRC, egy ilyen pozitív próba anyagot csinált, amit minden országnak elküldenek, hogy lehet a teszteket, ezeket a bizonyos kérdéses minőségű immunteszteket ellenőrizni rajta
tehát egy ilyen biztosan pozitív teszt anyagot. Ugye ezek nagyon fontos dolgok. Soha ezek ilyen gyorsan nem történtek meg. Én csak kivetítem ezeket az eseményeket az oltás fejlesztésre is. Azt gondolom, hogy a hatóságok most nem nagyon fognak ülni az engedélyeken, hanem másnapra ki fogják állítani. Tehát rengeteg olyan shortcut van ebben a dologban, amik tehát rövidítés, amikben én reménykedem, hogy valamelyest a szokásos tempóhoz képest ez föl fog gyorsulni. A lejjen az ugye az Európai Bizottság, bocsánat, csak ezt igen. Nem fontoskodásból mondom, csak mivel arrafele dolgoztam, tehát nem a tanács, hanem a bizottságnak a vezetője. Igen. És nagyon sok erőforrás bedobnak ebbe világszerte. Egyébként, ha már, és volt egy korábbi kérdés is a itt jelenlévő köréből is, hogy mennyi lehet hinni a kínai adatoknak? Te most hivatkoztál erre, hogy... Szerintem próbáljunk meg jó hiszeműen állni. Az, amit mondtunk a tesztek problémáiról, az se nem csaltak, vagy nem minőségi rossz munkát végeztek, hanem a vírus változik. Tehát változik. A vakcinánál egy olyan elegyet, gondolom, használnak föl, amiben ma a világ minden részéről izolált, könnyen izolált, most már ez tényleg elég könnyű metodika, vírusát felhasználják. Egyébként még arra, amit Laci mondott, az FDA, a Federal Drug and Food Administration, ami Amerikában nagyobb hatalom, mint az elnök, vagy az európai EMA, a European Medical Association, ez egy iszonyú szigorú társaság. Amerikai barátaink írják, hogy annyira enyhítenek a feltételeken, ami egyébként egy rizikó, hogy olyan dolgokért, ami még néhány éve börtön járt volna, ha valaki ilyen emberkísérleteket csinál, azokat most már engedélyezik. Ebben van egy nagyon nagy kockázat, de nagyon nagy a motiváció. Közben lejárt az a hosszabbításra szánt időnk is, amit így az elején jeleztünk, mármint, hogy nem az elején, hanem fél órával ezelőtt, és most ott tartunk, hogy 20 óra 50 van, és én lehet, hogy azt mondanám, hogy ha nektek is oké, hogy nyissuk ki most úgy a beszélgetést, hogy folytassuk úgy, hogy mindenki be tud kapcsolódni, és tudunk tovább beszélgetni. Én úgy érzem, hogy rengeteg kérdés maradt még bennünk, vagy bennetek, és azt hiszem, hogy érdemes lenne valahogy, szóval nem fogok tudni mindent föltenni, úgy érzem, viszont, hogy az, aki szeretne nagyon választ kapni a kérdésére, valószínűleg ezt így föl tudja tenni, és beszélgethetünk közösen. Oké ez nektek? Így csinálhatjuk? Így, hogy akkor kapcsoljuk be most mindenkit, aki még itt van. Jó. És Karja lekapcsolhatja a mikrofonját, persze. A törelt száguldottak a sűrűk állat. A házunkat lehet. Lett egy kis kakofónia azért, ezt úgy érzékelem. Valaki szeretne kérdezni, igyekszem talán egy picit hangosabban lenni. Szeretne kérdezni, ő most... Igazán szép volt a dolog, mert a fenyőfa illatot akire meg úgy érzi, hogy szívesen lehalkítaná a mikrofonját. Ilyet még így nem csináltunk. Nekem lenne egy kérdésem Bolyár Gáborhoz. Annyira jó étvágyal ettél, azért mondnál el, hogy mit ettél. Valamilyen tévét is hallok valahonnan. Lehet mindenkit vitba halkítani, és csak az hangosítja ki magát, aki beszél. Aki szeretne beszélni. És mindenki beszélni magának, hogy aki azt beszélni. Rendben, szuper, legyen ez akkor. Zárja magát, aki szeretne. És itt Bolyár Gábor meg lett szólítva.
Igen. Hogyha van lehetőség, akkor én kérdeznék rögtön. Igen. Szia, Péter. Beszéltetek arról, hogy hogyan alakulnak a mortalitási számok, hol, milyen arányban, mi a kommunikáció, egyáltalán hogy számolják egy rákos beteg, aki kap egy felülfertőzést, az koronavírus áldozatnak számít-e. Engem az érdekelne, hogy van-e olyan statisztika, vagy lesz-e, ami nem feltétlenül abból indul ki, hogy kit tekintünk koronavírusos áldozatnak, hanem mondjuk időbeli összehasonlítást tesz, hogy tavaly ilyenkor egyébként általában mennyi volt egy adott társadalom a mortalitás, és most mennyi lett, mert egyrészt ez kiszűri ezt a hatást is, másrészt pedig ugye a járulékos áldozatokat is beleszámolja, olyanokra gondolok, aki mondjuk azért vált áldozattá, mert hogy az egészségügyi ellátórendszer le volt terhelve, és nem jutott megfelelő kezeléshez, stb. Stb. Vannak-e, vagy lesznek-e ilyen statisztikák, mert ezek azért egy picit általánosabban mutatnák a járvány hatását. Erre hagyj válaszoljak, és nem fogok meglepődni, hogy Oszkó Pétertől egy nagyon jó, okos kérdést kapok, ismerve őt, a munkáit. Az a helyzet, hogy igen, tehát a válasz egyértelmű igen az ő mind a két-három-négy kérdésére, annyira, hogy ilyet már közé is tettek. Például nemrég jelent meg egy nagyon érdekes adat az Egyesült Államok valamelyik államáról, ahol azt a trükköt csinálták meg, hogy megnézték azt, hogy az elmúlt hónapban, mielőtt még a járvány, a látható járvány odaért, azelőtt az influenza-szerű megbetegedések, ez az influenza-like illness illik, mennyire szaporodtak meg. Ebből levonták az abban az évben átlagosan szokásos, valóban influenza miatt szokásos emelkedés, és a maradékot annak gondolják, hogy az már a csendes járványnak a jelei voltak. Tehát ez még nem a halottakról szól, ez a betegségekről. Ugye működik egy ilyen surveillance rendszer Sentinel orvosokkal, akik jelentenek, ez Magyarországon is van. Tehát számos olyan biostatisztikai módszer van, amivel ezek a dolgok kideríthetőek lesznek, és ezek között pontosan a halálozásnak is a visszamenőleges ilyen megnézése lesz, ami megmondja nekünk, hogy tényleg hány ilyen úgynevezett excess, tehát fölös túlhalál van, amit azért valószínűleg ez a vírus okoz, hiszen ez most dominánsan ez van jelen, mint ilyen extra halálokot előidéző dolog. Tehát a kérdés jó, és a dolog meg fog történni. Sajnos, mire megbízható adatunk lesz ebből, addigra már a dolgon túl vagyunk. Mert ezeknek az a természete, hogy visszafele lehet gyűjteni ezeket az adatokat. Mm. Tehát ott nagyon röviden két-három szót erről mondhatok, az ECDC-ben is, ahol dolgoztam, kétféle ilyen adatgyűjtés volt. Az egyik a már ismert betegségek kötelező statisztikai jelentése, nagyon gondosan, pontosan szűrve, validálva, összerakva, tanulmányozhatóan, ez azonban egy-két évre visszamenőleg tudta megmondani, ami a helyzet. A másik tevékenység az epidemic intelligence, vagy a járványügyi hírszerzés, ami már a gyanukra ráment, és a járványügyi hírszerzés az január elején megmondta már, hogy valami ismeretlen baj van Kínában. Tehát ezek a dolgok működnek, erre nagy szervezetek vannak. Ugye lehet azt mondani, hogy hát mit értünk ezekkel, hogy ott vannak a világban. Kérem szépen, ezeknek köszönhető a GOAR-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy nem halt meg 10-20-30 millió ember eddig. Mert ezek a számok, amik lelettek téve a vezetők asztalára, és elnézést kérek, ha ismétlésbe csúsztam vissza, ezek eredményezték azt, hogy lezárták a világot. Soha ilyen nem volt, és ezt itt most abba hagyom, mert ezt már megbeszéltük. Nekem lenne a WCG, ez is egy ilyen statisztikai kérdés. Ugye, hogy mutatták, hogy Kelet-Németország meg Nyugat-Németország, tehát a Németországon belül a keleti részen kevesebb volt a megbetegedés, mint a nyugati részen, és hogy a keleti rész kapott BCG-t, és volt egy ilyen nagyobb, szintén grafikonokon, hogy mutatta a korrelációt a között, ahol volt BCG, meg nem. Hogy végül is valamilyen szinten ezt vizsgálják, vagy van valami kimenetele ennek? Hogy mondjam erre azt, hogy ez a immunológiában a úgynevezett higiénia hipotézis. Amikor a két Németország egyesült, akkor kiderült, hogy a nyugati oldalon sokkal több allergiás ember van, mint a keleti oldalon. Ennek az volt a oka, hogy a higiéniai viszonyok sokkal jobbak voltak, samponok, fertőtlenítés, szappanok, és általában a higiénia. És az immunrendszer szabályozása
az sok tengely mentén mondható el. Azok az emberek, és ez már túlmegy Németországon, akik vidéki, tehát rurális környezetben élnek és nőnek föl a gyerekek, több nagyobb testvérük van, akiktől lényegében sok mindent benyalnak, elnézést. Azok bizonyos betegségek ellen sokkal védettebbek, mint az urbánus, tehát az urbanizált környezetben élő emberek, akik például a padlószőnyeg az egy hihetetlen allergia, gyerekallergia előidéző rész, mert az atkák, tehát ezek a úgynevezett por atkák, különösen a padlófűtésnél egy olyan 20 centire lebegnek a padlószőnyeg fölött, és az a kisrác, aki ott négy kézláb mászik, ez pontosan belélegzi ezeket, és allergizálódik. Tehát a vidéki életmódnak a viszonylag közelség az állatokkal, házi állatokkal, az az egyik, a tengely egyik végét erősíti, a urbanizált életmód a másikat. Nagyon érdekes, hogy roma kisgyerekek az ő higiéniájukban, tisztelt a kivételnek, az első 5-6 életévükben sokkal egészségesebbek, sokkal kevesebb, ez egy nagy statisztika, nagy számokon alapul, mint a nem roma gyerekek. Aztán néhány év múlva utolérik, mert pont a fertőzések, a higiénia hiánya az más szempontból lesz előnytelen számukra. Szóval a két Németország óta mondják, hogy higiénia hipotézis is működik az immunválasznak a beállítódásában. Köszi, András. Van-e esetleg még más valakinek olyan... Szeretnék mondani valamit, mert ugye én itt hagytalak benneteket, amikor elmentem a holland sajtótájékoztatót megnézni. Ebben nagyon érdekes hírek voltak. Egyrészt az, hogy nagyon óvatosan kezdik megnyitni, vagy felszabadítani a megszorításokat, és kezdik a gyerekekkel. Tehát az óvodák, az alsó tagozatos iskolák, tehát az alapiskola 12 éves korig, ezzel kezdik, hogy ezeket megnyitják, majd május 11-től, mert hogy most éppen a itteni szokásos májusi szünidő van, de hogy azért csinálják, és ezt nagyon komoly, alátámasztott vizsgálatokkal indokolták, mert hogy belátták azt, és a vizsgálatok azt bizonyították, hogy a gyerekek között, a 0-tól 12 éves gyerekek között 0,7% akik megkapták a koronavírust, viszont ez a korosztály 20%-kal részesül a teljes népességben. Tehát sokkal alul reprezentáltabbak, mint a felnőttek. Tehát azt gondolják, hogy itt lehet elkezdeni a lazításokat, a gyerekeket be lehet vinni, és azt is vizsgálták, hogy akik gyerekek megfertőzöttek, azok vajon honnan kapták a fertőzést, és azt találták, hogy általában a felnőttektől. Tehát nem a felnőtt kapja a gyerektől, hanem a gyerek kapja a felnőttől. És ezért úgy érzik, hogy ez az első lépés, amit meg lehet tenni, és innentől lehet elkezdeni egy kicsit lazítani, tehát könnyíteni azoknak a szülőknek az életét, akik otthoni munkára vannak kárhoztatva, hogy akkor legalább ne legyen mindig ott az összes gyerek a hátuk mögött, akkor kicsit lazábban, de persze itt is a másfél méter társadalom, ez egy nagyon bevett szlogen most, hogy ez jön most, hogy másfél méter társadalom, mindenki másfél métert tartson, és ezért az iskolákra bízzák, hogy ezt hogyan fogják megoldani, hogy
egyik osztály egyik nap megy, a másik osztály a másik nap megy, hogy ezt a távolságtartást meg tudják csinálni, és persze gondolnak a tanárokra, tehát eddig leginkább a egészségügyi dolgozók... Nagyon köszi, hogy ezeket elmondtad. Nagyon izgalmas egyébként, ugye Balkányi Lasszita pont hasonló gondolatokat említettél a svéd modell kapcsán, hogy ott is ugye kis gyerekek járhatnak iskolába. Igen, én ezt nem hallottam, mert ugye hallgattam a holland tájékoztatót, de ez nagyon igen, érdekes. A többiek itt hallották, igen. Laci, van neked hozzáfűzni valót? Érdeklődéssel hallgattam, én is nincs hozzáfűzni való. Nekem lenne. Igen. Szóval, hogy a WHO-nak volt egy delegációja Kínába februárban, és ennek a jelentésében van egy mondat, hogy a gyerekek iskolai járvány nem volt. Tehát tulajdonképpen arra a kérdésre kéne választ találni, hogy a gyerekek fertőznek-e. És hogy ezt próbáltam most a kínaiaktól kérdezni. Mondjad, Laci. Erre van adatom, bocsánat, csak azért szóltam közbe. Megjelent az első nagy study Wuhanból, ami végigvizsgálta a gyerekeket is. Tehát ott úgy vizsgáltak, hogy klinikai kép, RCT-PCR, stb. És a különböző korosztályok. És a helyzet az, hogy a gyerekek is megfertőződnek, de nem lesznek betegek. Én nem ezt kérdezem, hanem azt kérdezem, hogy arra van-e példa, hogy a gyerek megfertőzte a gondozóját, vagy a pedagógust? Tehát, ez a cikk, igen, ez a cikk erre nem tért ki, ez csak egyszerűen demográfiai információt adott arról, hogy a gyerekek is megfertőződnek nagy számban, de szerencsére nem súlyosan, és főleg nem halt meg egy se az adataik szerint. Tehát egyszer van egy olyan bizonytalan adat, erre majd András talán ráerősít, hogy a immunitás, akinek súlyosabb volt a betegsége, az talán tovább tart, mint akinek enyhén esett át a betegségéből. És hogy akkor tulajdonképpen az lenne a kérdés, hogy az iskolákat, tulajdonképpen az alsó tagozatot például, ugye, amit Svédországban, Finnországban nem zártak be, mondom, van-e adatunk, hogy ott a gyerekek megfertőzték-e a tanárokat? Tehát, hogy ez jó lenne tudni, én nem tudom. Csak olyan... Hollandiában erről nincs adat. Tehát nem találtak ilyet. Ezt mondta határozottan a... De hát ez erősíti ezt a teóriát a holland példa pillanatnyilag, hogy ezzel érdemes próbálkozni. Igen. Olyan adatokat olvastam, nem is egyet, egyre több cikk van, ami megkülönböztet tulajdonképpen két járványt, ami zajlik. Az egyik egy csendes járvány volt, enyhe esetekkel, és itt kérdezném majd, ha befejezte a vacsorát az immunológus professzor, erre ő fog tudni válaszolni, de addig beszélek egy kicsit, hogy nyugodtan le tudja nyelni a falatot. Tehát az enyhe betegség az is fertőző, de valószínűleg enyhe betegséget ad tovább, kisebb víruslóddal, kisebb kezdeti adaggal. Ezeket a fertőzéseket, ahogy ez a cikk írta, és itt fölteszem a kezem, mert bár belgyógyász valaha voltam, de immunológus soha, meg infektológus sem, de ez a cikk azt írja, hogy ezekben a betegekben a betegség lezajlik a sejtes védekezéssel, az visszaveri, nem is alakul ki szerológiai válasz, vagy nagyon enyhén, de tovább tudja adni ezt az enyhe betegséget. Most akibe bekerül ez a kevés vírus, és szerencsétlenségére öreg, beteg, halmozottan kockázati helyzetű, abban áttöri ezt a sejtes védekezést, és egy súlyos betegség alakul ki, amire aztán lesz IgM-IgG válasz, hogy középsúlyos vagy súlyos, és ő aztán súlyosat is ad tovább, mert amikor ő köhög, hát abban van vírus, sok. Na most azt lehetett látni, hogy Kínában így haltak meg az elején az orvos kollégák, akik felkészülhet, nem tudták, mivel mennek bele, egy nagy köhögés, egy akkora lódot kapott, hogy marhára beteg lett, és szegény meg is halt. És Olaszországban is láttunk ilyet, Amerikában is láttunk már ilyet sajnos, hogy akik frontban kapnak ilyen nagy sűrűségű, hogy is mondjam, csak fertőzést, még egyszer mondom, hogy nem tudom, hogy ez mennyire fog megállni, de van rá több cikk, ami ezt támogatja. András? Arra vonatkozóan, amit Feri mondott, valószínűleg azért hosszabb az immunválasza, mert az expozíció hosszabb. Tehát hosszabb ideig van benne nagy számú, ez erre, amit Laci is most a végén mondott, nagy számú és hosszabb ideig ott levő vírus. Tehát egy ilyen, úgy mondja az immunológia, hogy
boost reakció, tehát emlékeztető reakció jön létre, van egy második antigén hullám, egy harmadik, és hosszabb ideig tart az immunválasz. Azért hagyj mondjak bele ebbe az egész beszélgetésbe egy nagyon fontos genetikai tényezőt. Mi emberek azért nem vagyunk egyformák. Tehát az immunrendszerünk, nem beszélve az életkorról, az életmódról, amit már mondtam, az elhízás, a mozgáshiány, az nagyon rosszat tesz az immunrendszernek, de alapgenetikában sem vagyunk egyformák. Tehát van egy szórás az immunválaszban, ez tulajdonképpen az első szervátültetéseknél, vagy szövet átültetéseknél jöttek rá, hogy olyan emberek, akik egymással közelebbi vérrokonok, azok könnyebben adnak át például szerveket vagy sejteket a másiknak, mint akik genetikai értelemben nem közelállók. Ezt érthető módon, itt most jön egy hosszú szó, hisztokompatibilitási, tehát szövettűrési antigéneknek hívják. És az, hogy ki miért örökölt a mamától és a papától, az eldönti legalább kvantitatív értelemben, hogy például egy vírusra hogy reagál. Tehát a hosszú tartó immunválasz a rövid ideig tartó immunválasznak nagy egyedi varianciája van, még érdekes módon etnikai variációk is vannak, az afroamerikai, az orientál, a hispán, a kaukázoid rassz, az másképpen tud reagálni bizonyos antigénekre. Én nagyon köszönöm nektek egyrészt mindent, amit hozzáadtatok, meg amit beletettetek ebbe a ma estébe. Úgy érzem, most már elég hosszú ideje beszélgetünk, hogy a formális részt legalábbis lezárnám. Az azt jelenti, hogy azért maradjunk és beszélgessünk, de akkor ezt már igyekszem nem moderálni, csak ahogy jól esik. De nagyon köszi neked, András és Laci, hogy ebben itt részt vettetek. Barabási Albert Lászlónak is, ő közben már el kellett, hogy menjen. Meg a felkészülést és minden, Falus Ferencnek is azt, hogy itt közbeszóltál, és megtetted, és én még egy köszönetet szeretnék mondani Szakonyi Gábornak, aki Balkányi Lacit a figyelmünkbe ajánlotta. Szóval Lukács Lajosnak köszönjük is. És Lukács Lajos, akkor is van. Mindenkinek köszönjük, igen. és én azt érzem most, hogy nagyon sok kérdésre kaptam választ, és még több megválaszolatlan kérdésem is maradt. Nem azért, mert ti nem akartatok rá válaszolni, hanem mert az élet ezt hozta, hogy nincs még válaszunk rá. De legalább ez is ad valami fajta bizonyosságot. És aztán még reggelig tudnánk folytatni a beszélgetést. Szóval, hogy köszi, hogy itt vagytok, meg voltatok. És ez a sorozat egyébként folytatódik, 2 hét múlva kedden este ugyanitt leszünk, akkor, és azért nem tettem fel ilyen típusú kérdéseket, hogy majd mi lesz a társadalomban, meg a gazdaságban, mert hogy pont gazdasági megközelítésben szeretnénk majd beszélgetni várhatóan Orbán Krisztiánnal, és aztán pedig a társadalmi megközelítéseket is folytatjuk, még szóval lesz még ilyen szalon. Úgyhogy köszi nektek, nagyon köszi, hogy itt vagytok, és akkor maradjunk még csak kötetlenül beszélgetni.